Mert megmondom őszintén, hogy én álmodban nem gondoltam volna, hogy ilyen sokan jövünk össze, és ugyanakkor pedig ilyen székeken, persze ezek nem is olyan rossz székek, tehát mondhatja az ember azt, hogy ezeken kényelmesen lehet üldögélni. Most képzeljük el azokat a helyeket, mert általában ezek van a kultúrsúlyban. Ezek az általános iskolai faszékek, ilyen csővázas faszékek, hát szegény gyerekek is ott veszítik el minden jövőbe vett bizodalmukat, mert egy idő után tényleg hihetetlenül kényelmetlen. És ez a terem, ez viszonylag tágas, tehát felfelé nyitott, viszont annyira szorosan vagyunk így egymáshoz ültetve, hogy lehet, hogy a szünet az jól fog jönni, lehet, hogy nem mindenkinek. Tehát akinek véletlenül olyan, hogy mondjam, szomszédja van, hogy szívesen ejti elalvó fejét az ő vállára, az úgy nehezményezni fogja valószínűleg a dolgokat. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy jó indelendőség határán belül mindent lehet, de innen minden látható. Tehát azért ez kimondja. És még valami, mert tényleg olyan időjárási viszontagságok vannak, hogy most olyan hol nyomottá válik a levegő 5 percen belül, hol pedig olyan, hogy inkább így az ember repülne. Tehát ha jön az a bizonyos megfoghatatlan, és a csuda tudja, hogy honnan szokott érkezni, mert az ember mindig arra gondol, hogy ő ugyanül fog elaludni. És akkor egy kalapig úgy megy, úgy pár percig, és lehet érzékelni, hogy valahonnan jön a zsibbadás, valahonnan elindul. De még az ember úgy érzi, hogy nem róla van szó, ez csak valami véletlen lehet, mert lehet, hogy most jött ki a napi fáradalom. Azt kell mondani, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy tényleg valami időként leereszkedik, és akkor tényleg nagyon nehéz ébren maradni, de senki ne érezze magát rosszul, ha véletlenül elalszik, de alvóknak hasznos tanácsok. A fej állására ilyenkor vigyázni kell. Tehát a jobbra biccen az jó, balra biccen most minden előítélet nélkül elfogadható. Ha előre biccen, az a legideálisabb, persze a legideálisabb, ez nem jó megfogalmazás, az ideális, mert az egy rejtettséget biztosít, no de, a negyedik stáció, ez a legveszedelmesebb dolog, ez nem javasol. Ugyanis a gravitációs erők együtthatásának következtében az alsó által kocsi ilyenkor valami elválik a felső. És olyanná válik az embernek ilyenkor az a területe, mintha ott egy gödör támad volna, vagy egy vonaton lehet embertársainkon tanulmány. Megmondom őszintén, hogy egy vonatutakon jutottam el oda arra a gondolatra, hogy Úristen, milyen jó, hogy én látom, mert innentől kezdve figyelni fogok erre. Tehát ez az egyetlen, hogy úgy mondjam, olyan dolog, ami nem ajánlott. Tehát nyugodtan lehet, csak hát tényleg nem szép. Nem olyan illusztrés, olyan mutatós, olyan... Tehát erre nehéz ráfogni, hogy révülésben vagyunk közösségben. Viszont a téma, az az első része az inkább történeti jellegű lesz. Tehát ez azt jelenti, mert ősvallási kérdésekről van szó, bizonyos történelmi dolgokat tisztázni kell. A második fele pedig majd úgy vezet el a tártoshoz, hogy reményeim szerint észlesen fogjuk venni. Mert a tártosnak van egy olyan jellegzetes tulajdonsága, egy vele született méltósága, hogy nem ő maga saját magával kérkedik és hivalkodik, hanem egyszerűen egy szellemiséget, egy lelkiséget, egy erőt, egy hatalmat, egy fényt, egy csodát tud maga körül úgy támasztani, hogy az ember nem éppen hozzá köti, hanem megköszöni neki, hogy ebben a csodával részesülhetünk. Tehát a tártosi szerepkörben mindig van egy olyan fajta szerénység, ami nem biztos, hogy a direkt hatásokat maga körül meg tudja tűrni. Tehát a tártos papság az egészen biztos, hogy szóba fog kerülni, de majd látni fogjuk, hogy igazából egy tevékenységi nyomot próbálunk így a történelem mentén megtalálni. Tehát keressük azokat a nyomokat, amelyek a múltban kétségtelenül megvoltak, és feltesszük azt a kérdést, hogy ma léteznek-e. Na egy biztos Békés térségében, vagy itt Békésben illik tudni, hogy ez a terület
ez a település hát nem egy tártos tagadt az országban. Tehát az egyik leghíresebb tártos Magyarországon, hát ez úgy a 18-ról 19. századra forduló időszakban tevékenykedett, ő Csuba Ferke, Csuba Ferenc volt. Na most ő békési születésű volt, tehát itt született. Már most merem ajánlani, hogy akinek egy kicsit ez a szívét megüti, hogy itt ilyen emberek éltek, kezdjünk utána járni. Nyilvánvaló módon egy békési, hogy úgy mondjam, kutatás történetnél semmi nem lesz hitelesebb. Mert ki tudja, hogy milyen emlékek fognak a felszínre kerülni. Na most ez a Csuba Ferenc, ez tényleg arról volt nevezetes, hogy több vármegyét képes volt erkölcsi úton megregulázni, és nem minden humorérzék nélkül gyakorolta ezt a gyógypedagógiai tevékenységet. Tehát, hogyha valahol hírét vette, hogy mondjuk egy település, vagy egy mezőváros, vagy egy város lakói egy kicsit úgy letértek a jó útról. Na most ilyenkor kell tudni azt, hogy milyen gyógymódhoz kell folyamodni. Mert most nem csak a Kárpát-medencében élő népek tértek le egy kicsit a jó útról, hanem úgy tűnik, hogy az egész világ letért a jó útról. Tehát valami olyan erkölcsi zavar és válság mutatkozik az élet mindennapi területén, amikor én pár évtizeddel korábban ilyen mondatokat hallottam kicsit idősebb emberektől, nem is értettem, miről beszél. De megmondom őszintén, ez ugye a felnőttek szövegvilágához tartozott hozzá, az ember fiatal, neki nem mondja meg senki, én egy biztos jobb fülem kapuját megnyitottam, bal fülem kapuját nem zártam be, tehát amit mondtak, az így beszaladtam, ott meg már messze volt. Tehát hogy az ember nem foglalkozott vele. És most, ahogy már tényleg úgy telnek az évek, múlnak, az ember csak egyszer úgy elkezd tűnődni, hogy Úristen, hát amit nekem régen mondtak, és szinte naponta mondták, és amikre oda se figyeltem, mert olyan közhelyszerűnek tűnt, meg egyáltalán ki mondta, nem is volt szimpatikus adott esetben. Valahol nagyon igazán. Tehát megmondom őszintén, hogy legnagyobb gond jelen pillanatban az, hogy nemzedékek, a nemzedéki élet alatt felhalmozódott bölcsessége nem tudják a következő nemzedéknek átadni, mert közéjük éket vágtak. És gyakorlatilag már ma egy szülő a gyerektől olyan távol kerül, mintha nem is ugyanabban a világban élnék. Pedig egy természetes, szerves felépítésű karakterű társadalmon belül gondoljuk végig, hogy az induló élet számára ez maga a gyerek, és gyakorlatilag, hát régen azért nem 18 év körül kezdődött a nagykorúság, sőt, hát el lehet mondani azt is, hogy ma egy átlag gyerek úgy szépen megmarad a maga kis infantilis világában, ezt megerősíti a hivatalos oktatási rendszer, és ugyanakkor pedig idiótaként úgy pár, mondjuk akár 80 évet leélve, szépen elköltözik ebből a világból. Most nagyon nehéz ma az életnek a titkát, hogy úgy mondjam, titok nélküli csodaként megtapasztalni. Mert azért mégiscsak gondoljuk végig azt, hogy bármelyik történelmi korszakunkat vizsgáljuk meg, és felteszek egy kérdést, mondjuk Árpád-házi Szent Erzsébet. Hány éves korában házasodott meg, hány éves korától kezdve szülte a gyermekeit, hány éves korában lett özvegy, mikor halt meg, és halála óta tudjuk, hogy a világegyház egyik legnagyobb női szentje. Most 24 évet élt. 24 évet élt. Aztán gyorsan visszatérünk egy másik irányba, megkérdezzük, hogy Mátyás király hány éves korában választotta meg a Dunajegén az ország nemességre. A Mátyás még nem volt nagykorú, 15 éves volt. Na most a nagykorúság viszont a 16. életévet jelentette. Ez pedig mit jelent? A régi világban pontosan tudták azt, most a régi ne egy ilyen romantikus, ilyen ködös képzelgése gondolom, hogy persze, mert régen volt, igaz se volt, ki tudja, hogy volt, de egy biztos, a testi érettséggel
párhuzamosan jelent meg a lelkészelmi érettség. Tehát ez mit jelent? Aki testében érett volt, és ez gyakorlatilag, hogy tizenvalahány éves korában az ember már elér, ezt nevezik ivar érettkornak. Ez azt jelenti, hogy lelkében is érett, és szellemében is. Na ma egy testi, valójában érett korosztály, lelkileg hihetetlenül gyönge és éretlen, hát szellemileg meg azt lehet mondani, hogy dúsztos üvegeket is jobb lenne, hogyha rakosgatnak, mert annyira üres a feje. És nem ő lesz a hibás. Tehát be van építve egy kés lehetető. Most én ezt nem tudom máshogy nevezni. Leépítő. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy én most nem tudok receptet adni, hogy akkor mit kellene, egyébként az ember tud. Tehát most ebből a gépezetből jelent pillanatban nyilván nem tudunk kilépni. De ne úgy tekintsünk rá, hogy tökéletes. És az adott életterületen, saját területünkön próbáljunk megjavítani. Mert hogyha bekerül mondjuk az oktatási rendszerbe egy gyermeki lélek, egy biztos, a legritkább eset az, hogy az tényleg az a lélek föl tud menni. Tehát nézzük meg, hogy már testében már olyan a korosztály, akár alsó, már akár felső tagozatban, hogy már egy tankot odébb tudna tolni, és egyszerűen lelkébe, szellemébe, személyiségébe ez nem jelenik meg. Tehát kit lehet felelősíteni? Nyilván virtuális ügyről van szó, mert nem lehet tetten érni, mert mondhatnánk, hogy most ilyen világban élünk. De egy biztos, nem biztos, hogy jó ez a világ. Na most ez olyan látványos ez a jelenség, hogy a hivatalos történetírás, vagy az hivatalos művelődés történet, sőt vallás történet is, a mai ezt úgy magyarázza, hogy igen, a régiek azok korábban éltek, fejlettebbek lettek, hát pár év alatt elérték azt az optimális, egészséges emberi szint, de hamarabb haltak meg. És én emlékszem, ez olyan ügyes magyarázatnak tűnt, hogy nem is foglalkozott az ember a dologgal. Csak aztán, amikor kiderül, hogy mondjuk egy Zsigmond király, hány éves korában halt? Ja, hogy 70 éves, ábetyár mindenit. Aztán Szilágyi Erzsébet Mátyás édesanyja, hány éves korában halt? Lehet, hogy már 80 éves volt. Pálos atyákról, pálos rendben belül milyen hír járja? Azt, hogy a szép öregségben, és az öregségnek ebben a megfoghatatlan, már idő feletti, idő túli világában búcsúznak a földi lét forgatagától. Tehát nem igaz az, hogy most nekünk annyi előnyünk van, hogy tovább élünk, nem élünk tovább, bármennyire hihetetlen. Régen is megélt az emberiség 80-90 éveket. A Bonfini elmondja, hogy felmegyek a hegyek közé. Vagy gondolunk a Kaukázusban élő öregekhez, hogy például 110-120 éves, Mátyás korában Bonfini mondja, hogy a Kárpátok bizonyos területei a 100 évesnél öregebb emberek úgy szökkennek fel sólyommal a karjukon a lóra, minthogyha tegnap születtek volna. Tehát valaki bennünket módszeresen és egyfolytában félrevezet, és ugyanakkor abban ingat bennünket, hogy ez tökéletesen jó, ennél jobb nincs, ilyen a helyzet, mert mi most nagyon okosak vagyunk. Na most ráadásul nem is tudunk okosak lenni, miért? Mert képzeljük el, hogy olyan a tananyag, hogy ismeretet, valódi megismerést nem ad. Tehát ez azt jelenti, hogy a személyiségbe erkölcsi alakként és világot látó harmadik szemként nem épül be, hanem a jobban tudás arcátlan gőgjét görget évtizedeken keresztül tovább, mondván, hogy megtanultam, nekem nem mondja senki. De minden népmese végén ott van, aki nem viszi járjon utána. Hát mi nem megtanulunk dolgokat, hanem bemagoltatnak dolgokat, megismertetnek egy globális világképnek megfelelő ideológiát minden tantárgyban, nincs reál, nincs ideológia nélküli tantárgy, a matematikában is benne van, ezt csak a nagy eszűeknek mondom, akik nagyon el vannak maguktól telve, ha mondjuk van ilyen irányú képesség, hogy ott aztán nincsen mindenbe beleszólva. Szokjunk hozzá a dolgot.
József Attila nagyon egyszerűen fogalmazza, őspatkány terjeszt volt köztünk, belezabál mindenbe, amit főztünk, és amikor megkérdezik a versben saját magától, de nem így leírva, most a saját szavaimmal idézem, hogy mi ez az őspatkány, a meg nem gondolt gondolat, ami emberből emberbe szalad. És a vers közepén, ez már egy késői versenki. A vers közepén a fölnevezetű golyó is jelenik meg látomásban. És azt írja, most képzeljük a halála előtti években, azt írja József Attila, s mint hülyék orcáján a nyál az emberiség fájdalma, csorog végig a föld orcáján. Na most csak magunkat okolhatjuk egy idő után. Mert azért, hogy tényleg van egy olyan életkor, mondjuk ez legyen 30. 30. Már korábban is reális esély van, de 30 éves korú embert azért el lehet várni, hogy most nem arra fog hivatkozni, amit ő bemagolt, ami egy paneleve, amely mögött nincs hiteles tapasztalat, hanem szépen magától megkérdezi, hogy az életnek, a létnek, és neki, és egyáltalán a világnak az értelme, hogyan tud egy ilyen világban világító fákjaként a sötétségben kivezető utat mutatni. Most arra gondolunk, hogy távol állunk a témától, de nem. Megmondom, hogy miért nem. Az utóbbi időben kalandos utazásokon vettem részt, tehát ez azt jelenti, hogy jártam Kanadában, Niagara vízesésnél, az tényleg a világ csodája, meg egy-két indián szertartáson vettünk részt. Aztán sors úgy hozta, hogy gyakorlatilag pár hónapon, vagy szinte egy éven belül sikerült eljutni Ausztráliába. Na most, ami itt meglepő volt, az tényleg elképesztő volt. Ugyanis mikor az ember már tudta, hogy az a meghívás, ami onnan érkezett, az meg fog valósulni. Most képzeljük ki, az ember felhívja a telefonon, felveszi az ember a telefon, és azt mondják, hát jó napot kívánok, Melbourne-ből keresem. Ilyenkor az embernek kiesik a kezéből a telefon. És hogy lehetne, hát tőlem nyugodtan lehetne. Az ember ilyen mond dolgok, persze, persze. És kiderül, hogy komolyan gondolják. Tehát megszervezik az utazást, a repülőjegyet, a vízumot megkönnyítik. Tehát ezek óriási dolgok ám. És az ember elkezd azon tűnni, hogy valahogy ez az életemből is kimaradt ez a földrész. Eleve úgy, hogy tényleg semmi izgalom, nincs egy-két kenguru zsebibogaként ott ugrálva, valahol egy ilyen szürreális belső lelki világban, hogy ez Ausztrália. Igen, ám ott hatalmas nagy tűzvész volt pont ebben az időszakban, és amikor mi ott jártunk, Tóth Zoltán József, hát ő a Szent Korona tanból szokott írni, előadásokat tartani, a Pázmány Péter tanít, és amikor mi ott jártunk, mert ketten tettük meg ezt az utat, akkor még Melbourne-ben beleszaladtunk egy legerősebb fokú tűzriadóba. Most ez viszont félelmetes volt. És miért volt félelmetes? Mert rá lehetett valamire döbbenni, amit az ember pontosan tudott. A városba szorult emberiségnek a legkisebb esélye sincsen, ha valami baj történik. Legkisebb esélye sincs a túlélésre, de semmi esélye nincs. És ebben az évszázadban, ami egy új évezred nyitányát is jelenti, az emberiség túlnyomó többsége a föld nevezetű bolygón már városban lakik. Most gondoljuk végig. Ez azt jelenti, ha valami baj történne, a városokban garantált a halál. Gondoljuk végig. Áramszolgáltatás, minden rá van kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy még a csapot se tudunk kinyitni, mert kiderül, hogy azok az ivóvíz tovább pumpáló gépezetek is áram alá vannak szorítva. Tehát semmi esélyünk semmire. És az volt az igazán meglepő, hogy miközben az ember a tűzvészről hallott, elkezdte a híreket figyelni. Mondván, hogy hát oda megyünk, és már hetek óta ott tombol a tűz, egy Dunántúli terület égett le. Most gondoljuk végig. Jó, ott van terület, de egy Dunántúli terület. Hát
azért az még azzal a léptékkel is megtenned. És kiderül, hogy a hírközlő szerzőről mondjuk én itt Magyarországon, ha együtt akartam volna velük érezni vagy gondolni, akkor se tudtam volna miért. Mert csak hazugság és hazugság éjjel is nappal. Na most, ha egy egyszerű hírben, egy katasztrófa tudósításban nem mondanak igazat, hát bozott tűz, nem tudják eloltani, égnek valaki gyújtogat, nem gyújtogatott senki. Senki nem tudja, hogy hogy indult el. Iszonyú forró kánikulás nyár volt, és eukaliptuszfák, amelyek amúgy is tele vannak olajjal, hajlamosak az öngyulladásra. Most képzeljük el, 50 méter magas eukaliptuszfa lángotka, ez azt jelenti, hogy nem, nincs olyan erő, ami el tudná oltani, mert olaj a tűzre. És még 50 méter magasban a láng. 100 méter magas tűzfa. Óránkénti 100 kilométeres sebességgel. És ilyen hatalmas tűzgömbök keletkeztek. A csuda tudja, hogy hogy keletkezik tűzgömb ilyenkor. Ki lehet egyébként találni, hogy hogyan. És hiába van folyó, hiába létesítettek a tűzelők mondjuk 100 méteres senki földjét, hogy ne tudjon tovább menni, a levegőből ezek a tűzgömbök szépen mentek tovább. Na most ilyenkor tényleg úgy eltűnődik az ember a mi végre, meg egyáltalán hogyan, meg egyáltalán mit tudunk mi természeti erők működéséről. És minden esetre most az ízelítő tananyag nem azért hangzik el, hogy együtt elkezdünk borzadni, hanem Kanadában és Ausztráliában is mellbevágott egy élmény. Mind a két helyen éppen akkor kértek bocsánatot a benszülöttektől. Kanadában az nagy tavak környékén élő indiánoktól, meg a szikláshegységben élő indiánoktól, hát Ausztráliában meg az aborigenektől. Na de miért? Mert Kanadában például, mielőtt még ott jártunk, az előtte való években minden hetedik életévét betöltött kis indián gyermeket elszakítottak a családjától. Beadták iskolába, ezek általában egyházi szerveződésű iskolák voltak, voltak, ahol apácák álltak az élen, most ez nem a középkor vége. Ez nem a gyarmatosításnak az ideje, ez az 1990-es esztendők vége, és a 2000. évben mindig éveknek az eleje. Most ezek a gyerekek, mire 14 évesek lettek, vagy öngyilkosak voltak, vagy elmeháborodottak lettek, vagy valamilyen alkohol vagy kábítószerrel jöttek. Na most tegyünk fel egy kérdést. Kezünkben van gyakorlatilag minden. Kiirtották az őslakosságot. Miért tartanak igényt a gyermeki lélekre? Most, ha erre nekem valaki becsületesen, tisztességesen válaszol, eleve becstelen dolgokról van szó. De gondoljunk végig dolgokat. Amit megcsinálnak benszülött gyerekekkel, az gyakorlatilag nem benszülött gyerekekkel ugyanúgy megcsinálják, mint oktatási rendszer. Csak nem veszük észre. Tehát ott nem elrabolják, hanem kötelezik. És érdekes módon, hát ma már 14 éves korra ugyanez zárva. Vagy meghűl a gyerek, vagy kábítószerfüggő lesz, vagy valami kortárs gyerek szenvedélybetegség rivadból kötelező módon felvételre kerül. Tehát bizony tisztán kell látni, hogy létezik egy erő, ami nem akarja az emberiséget. Hogy úgy mondjam, emberi szinten tartani. És a legdrámaibb az volt, amikor mindezt Ausztráliában is meg lehetett tapasztalni. Most nem nézzék meg ezt tévében, rádióban, napi sajtóban, hát hol interneten, sehol nincsenek rajta ezek a dolgok. És az ausztrál kormány éppen akkor kér bocsánatot, na de milyen? Mert kisgyerekeket elrabolnak szinte még ma is szüleiktől. Átnevelő helyekre viszik őket, és hogy mi lesz egy ilyen gyerekből, ki lehet találni. Szerencsétlen, ha túléli, akkor az tényleg valami csodának számít, de onnan már nagyon nehéz tartani. Ez maga a legnagyobb lehetetlenség.
És ha valaki látta azt a filmet, hogy Ausztrália, ez most nagyon divatos film, én visszafele a repülőgépen nézegettünk bele, na, már az ember tudta, mihez kötni. Most figyeljünk oda, egy kortárs mentalitása. Lelkismeret furdalás tombol, tehát hogy kell elintézni? Csinálunk egy filmet, abban vannak jó és rossz emberek, ez egy ismerős történet, van egy szerelmi történet, egy ilyen igazi maká, nem is tudom, hogy a Vadnyugaton járok, vagy Ausztráliában olyan típusú boxban egy gyerek, akkor van egy nagyon szép tüneményes nőszemély, aki kicsit ilyen lírai lelkű, ilyen, tényleg már az ember már olvadozik, amikor látja őket, bimbózó szerelmük, ahogy indul, és hogy még szebb legyen a dolog, ott van egy kis ausztrál benszülő gyerek. Na most a film vége főcímének valamelyik szakaszán elhangzik az, hogy 1938-ban történtek az események, igaz esemény volt, és ilyen nagyon ügyes dolog, mert a világ felé tudósítanak. 1938, és kiderül, hogy nem 38 szervtársa, ma is ezt csináljátok. Na így kell csinálni, nem tudom, hogy érzékelünk valamit. Tehát van egy iszonyú emberellenes, bestiális kegyetlenségű, lelkekre vadászó erő, és ugyanakkor pedig ugyanez az erő csinálni szívfacsaró, nyálcsorgató, kiengedő, szemeket bepárásító, ilyen lelkiismereket kioltó, mondván, hogy már megoldott a dolog, és akkor természetesen sok-sok oszkárdi lesz belőle. Na most itt térünk vissza a választott témához, ugyanis a gyermeki lélek alapvető ügy, na de hol? A táltosságunk belül. És miért alapvető ügy? Mert kiderül, hogy a táltosságot tanulni nem lehet. Ez maga a lehetetlenség. Igen ám, de ha nem lehet tanulni a táltosságot, nincs táltos iskola, nincs táltos egyetem, nincs táltos tanár, aki a kis táltos gyerekeket, mint egy jó pedagógus oktatja a régi és különböző, hogy úgy mondjam, válfajaira, akkor hogyan írthatta ki Szent István? Most ez egy fogas kérdés. Mert gondolom, tudjuk, egy átlag értelmiségű ma, a történelem kedvelő olyan szlogenekkel, jelszavakkal vagy beindegződésekkel indul neki a múlt ismeretének, semmi probléma nincs itt. Voltunk mi pogányok Szent Istvánok, Szent Istvántól elkezdtünk keresztények lenni, de mi sűrű bunkó pogányok voltunk, ezért ennek a szegény Szent István királynak saját érdekünk, most figyeljünk, saját érdekünk miatt bennünket erőszakkal kényszerített egy útra. Mert mi annyira buták és ostobák és önfejűek voltunk, hogy abban a történelmi időben nem ismertük fel saját érdekeinket. Tehát fegyvereket kellett rám kényszeríteni. Most ez annyira megkapó ez a dolog, hogy gyakorlatilag a 20. századi történetírás nem csak baloldalon, mert érdekes módon ebből a szempontból Kristóf Gyula és Hólmann Bálint ugyanazt fogja mondani. Tehát 45 előtt egy klerikus történetíró ugyanazt mondja, mint 45 után mondjuk egy párt történetíró. Valamiben nagyon egyetértenek. És ez már egy kicsit gyanúsá teszi a dolgot. Aztán ami a tragédia, az viszont az, hogy mi mivel már hozzászoktunk azokhoz a dolgokhoz, hogy egy irányba azért csak hazudnak nekünk. És nem vettünk észre valamit. Van más irány is, nem csak bal oldalról lehet hazudni, hanem lehet jobb oldalról is hazudni. És most nem akarok illúziókat döntögetni, majd valahogy tisztázódik ez bennem is ez a kérdés, mert én nem Vladimir Ferencet akarok most dehonestálni. Ismertem személyesen, azt el tudom róla mondani, hogy mint ember, tényleg jó szívű volt, önzetlen volt, tiszta volt, tehát erkölcsi értelemben
jó gondolkodású volt, de valami milyen, hogy úgy mondjam, céltévesztés vagy eltévesztés az ő rá nagyon jellemző volt. És nem is kellene róla beszélni, hogyha amit mi egy irányból megkaptunk erről az időszakról, és érzi az ember, hogy nem igaz. Igen, ám benne érzem, hogy nem igaz, fordulok egy másik irányba, és az igazi, hogy úgy mondjam, varázsló, fekete mágus, én akkor hogy intézkedik? Hogy megéreztem, kiszagoltam, hogy itt hazudnak. 45 előtti hivatalos történetírás ugyanúgy hazudik, vannak értékeik, de érdekes módon lényeges dolgokban hazudnak. Mint a 45 után. Most az ember fordul, miért? Mert keresi az őszinte szót, tényleg keresi. És ilyen Badini Józsefet. És nagyon nemzeti, nagyon magyar, és amit összehazottak azokat 100 év alatt együtt, 45 után 45 előtt, az gyakorlatilag ümber. És mindezt olyan gyönyörű módon, de tényleg hihetetlenül gyönyörű módon, hogy az ember úgy fel sem teszi a kérdést, hogy na, de azért mégis hol van az illendőségnek a határa? Hát amit én tudok, azt ő is tudja. Akkor hol van ez a Geller? És rá kellett jönni valamit. Ha mondjuk valaki már lovas viászattal foglalkozott, és tudja azt, hogy ott van a célpont. Megfeszítem az íjat, ráirányítom a célpontra, az ember nem is nagyon feszenül a figyelem révén, mert egy idő után nem is tudom eldönteni azt, hogy tulajdonképpen ki is figyel bennem, amikor én kilövöm a hívesszőt. Mert ha én itt a célövőbe elkezdek figyelni, egy biztos nem fogom eltalálni. Tehát az íjazásban van egy olyan lélektani pillanat, amikor minden területen engedünk el. Tehát egyszer el kell oltani, el kell engedni, ki kell kapcsolni, fölül kell emelkedni. Most képzeljük ezt vágtató ruhátán. Hát ez még nehezebbé teszi a dolgot. És ráadásul nem előre íjazunk, hanem megy a ló abba az irányba, én bennülök a nyerekbe, hát ilyenkor engem nem lehet nyerekbe látni, mert szerintem azért itt jobb képességekre van szükség, de egy biztos, jön a nagy fordulat, feszíti az íjat, és amikor a lónak már mind a négy lába a levegőben van, csak akkor tudja elengedni a megfeszített indulót. Na most ez az a pillanat, amikor lehet érzékelni, hogy ez mit jelent. Amikor a lovat a te szintedet tudatossá vál, magyarul repül, akkor lehet célba találni. És végeredmény, hát ez egy ritmus kérdés, az logikus, ha már lelép, az mégiscsak egy zökkent. Tehát képzeljük el ezt a ritmust a lovat. Hogy amikor ő tényleg felemelkedik, amikor megemelkedik, na akkor kell oldani, és akkor kell telibe találni a célpontot. Na igen ám, de ha minél messzebbről lövünk valami felé, elég egy kis hiba. Most képzeljük el, ez kozmikus körülmények közepette, én mondjuk a beállításnál pár fokot tévedek. Ez egy naprendszeri szinten még alig veszem észre. De küldöm a jelet, igen, ám kinéztem, hogy hova, mondjuk valamelyik csillag irányába. De pár fokot, ami két hajszál tévedtem. A jel soha nem fog odaérni, hanem egyre távolodik tőle. Egyre távolodik. Na most ezt nagyon észre kell venni, mert a őstörténeti vagy múlttörténeti kutatásunkban a legkisebb, hogy úgy mondjam, ritmus zavar, vagy mellélövés, már egy következő nemzedék érte idejére egy akkora távolságot fog széthasítani, hogy nem talál vissza a történelmi forráshoz. Miért? Ő maga fogja gyilkolni Szent Istvánt, mondván, hogy Szent István magyar gyilkolt. Na ez az igazi bravúr. Tehát a magyarra gyilkoltatni magyar nyíltat. Most erre mit mond az ember? Hát nekem valamivel hitelesebb Mátyás király, valamivel hitelesebbek mondjuk azok az Árpádházi, mindegyik egyébként, de vannak olyan Árpádházi királyok, akikről tudjuk, hogy bizony a római pápai udvarban pogánynak tartották őket, mint Kun László királyra gondolunk. Na most ezek a királyok egytől egyik kiegyvatkoztak.
mint Magyarországot megtartó jogsérő, Szent István királya. Aztán Mátyás király után mondjuk második Rákóczi Ferencet eltelik néhány évszázad. Két királyra hivatkozik, itt már elhangzott az Aranybulla, második Andrásra, és minden magyar, és magyar végeredményben az egy olyan kategória volt, hogy lehetett válni magyarra. De a magyarság nem volt kirekesztő. Tehát ez azt jelenti, hogy az a külföldi nemes, vagy Kárpát-nemencében belül élő, valamilyen más nép irányából induló, ha megkapta és megkaphatta ezeket a jogokat, hát egy hatalmas nemzet és a Szent Király papságnak vált a, hogy úgy mondjam, részévé. Na most második Rákóczi Ferenc Szent Istvánra hivatkozik. És gondoljunk végig valamit. Mindig összelehetett a közösséget a legválságosabb időszakban fogni. Na most erre jöttek rá. Tehát jön a Szent István talanítási időszak, és egyénileg érezzük a bajokat, és közösségként nem tudunk összefogni. És ennek gyakorlatilag egy tudathasadás közeli állapot az oka. Mert ha én tudom, hogy a tártos születik, tehát ez nem olyan dolog, hogy mondjuk keresem a tártost, pusztán látom, hát ezt már megtárgyaltuk, ne a reklámos tábla hirdeti, hogy ott van az iskola, keresem a tanár, és mondjuk, igen, hát itt képezzük a kis tártosokat. Tehát ilyen nincs. Na igen, tehát intézményesült, hogy úgy mondjam, tudás, bármikor ki lehet iktatni. És gondoljuk végig, mi történik ma Magyarországon. Eleve általában a hivatalos történelem oktatás ellené dolgozik. Ugyanakkor pedig nekünk küszködni kell, görcsösen ragaszkodni kell ahhoz az intézményrendszerhez, amelyen belül így leépítették a nemzettudatot. Ördögi ravassági. Mondanám, hogy zseniális, de a zseniálist azt egy más világnak adjuk át. Ha pedig, hogy úgy mondjam, nem ragaszkodunk, akkor megvan ez a bizonytalan, nem is tudom, hogy micsoda. Na, az ilyen tudást bármikor. Tehát ami intézményfüggő, mestertanítványfüggő, ugyanakkor pedig oktatásrendszerfüggő, bármikor, bármelyik korszakban azonnal úgy vissza lehet metszeni, hogy többet miért, mert elég egy nemzedéket kiírtam. Hát gondolom, hogy mindenki tudja azt, hogy akik hódítottak világtörténelembe, és ha mondjuk volt rá, ha mondjuk népet akartak kiiktatni. Hát sohasem az összesen kezdték, hanem megnézték, hogy annak a népnek kik a vezetői. Na most a vezetőket szépen összefogták, és ebben birodalom építő, zsarnok, akarnok, agresszív népek tényleg nagymesterek voltak, és utána szépen lefejezték azt a népet, mármint a vezetőséget, és elkezdődik egy szó szerint szenvedés történet. És gondoljuk végül az inkák mind a mai napig nem tudnak talpra. Eleve törzsi társadalomban, tehát nem népként, mert inkább ott egy ilyen oldalági, meg törzsi, meg nemzetségi ágazások az indiánoknak. Mind a mai napig végeredményben nem tudnak talpra állni. Ez számítja az az intelligencia, ami mindenhol megvan, de ha okokozati összefüggésként, tehát úgy, hogy én adom tovább majd, és ez nagyon fontos, akkor ott vége mindennek. És itt indulunk mi egy hatalmas nagy előtt. Miért? Mert a tártos az nem tanulja a hivatását, hanem, hogy Ipoly Jarmon megfogalmazza 1850-es években a magyar mitológiában, kiképeztetés által tártossá senki nem lehet. A tártos az úgy születik. És a néphagyománya, hogy elmondja, Isten adja a tártost. Most gondoljuk végig. Ha valaki akarná, akkor se tudná kiirtani. Miért? Mert a nép körében ez a tulajdonságkör állandóan újra és újra megtestesül. Igen, ám, de ide kell szűrőt tenni. Tehát ez a szűrő azt jelenti, hogy ha születnek ilyen gyerekek, mert tényleg nem lehet kiirtani, akkor majd a mai pedagógiai oktatási rostájának adjanak fel. Majd kiverjük a fejéből. Majd megfog. Ja, bármi, hogy mondjuk tártosnak született. Na most erről bevezetőben ennyit, mert ez tényleg egy ilyen bevezető jellegű
hogy úgy mondjam, elképzelése volt, de hangsúlyozom most az ősvallás kérdésén belül ezt a bizonyos gordiuszi csomót, amit a Szent Istváni kor jelent, ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, és majd látjuk, hogy nagyon hálás módon nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mert ami előtte volt, az bizony folytatódott utána is. És így kétségtelen tényekre lehet hivatkozni. Más úton módon pedig vannak a hipotézisek. Most mit jelent a kétségtelen tény? Emlékezzünk vissza arra, hogyha mi Szent István előtti úgynevezett második bejövetel, de hivatalos történetíróját nem fog kiejteni a száján második bejövetel, hanem eleve egyszer jöttek be, akkor se visszajöttek, hanem honfoglalás volt. Magyar krónikák ezt a szót, hogy honfoglalás nincs meg. Ezt azért nem lehet tudni. Annyira szépnek tűnik a szó, én szerelmes voltam ebben a szóban, honfoglalás, hogy amikor tényleg egy-két Matuzsálem történész figyelmeztetett egy László Gyula vagy egy Kiszeri István, hogy hát tulajdonképpen az álljunk már meg. De a honfoglalás az azt jelenti, hogy valakinek ott van egy hazája, és azt egy más valaki, mint hont elfoglalja. És a magyar krónikában nincs, latin nyelvű szövegekben nincs olyan szó, amit így lehetne visszafordítani, hogy honfoglalás. Mert van egy primus ingressus, első bejövetel, van egy secundus ingressus, második bejövetel. De ez a bejövetel már a primusnál visszajövetel, és a másodiknál meg ezerszeres visszajövetel. Na most kik jöhetnek vissza oda, ahol vannak? Hát ott mindig is ott voltak nyilvánvalóan. Na most bejön a második, én is így nevezem, hogy honfoglalás, de külön krónikák jelzik nem hódítóként, hanem Attila király örökségének visszavétel. Ez játssza a főszerepet. És keresem a vallásukat. És a vallásnak van egy érdekes jellemzője, hogy meg lehet találni. Tehát nem esíteni lehet. Egy alkalommal, ez a 70-es években volt, Sándor is ismeri a történetet, mert Pap Gábor el szokta mondani, Békés Csabán is elmondta, a történet a lényeg. Lement Pap Gábor, hát nyilván ő jobban el tudja mondani, mert vele történt meg, aztán ez már megy tovább, mint az anekdóta és a névhagyomány, tehát az ember fűzi tovább a gondolatokat. Lemegy egy múzeológussal a múzeum raktárába, és akkor így dobozóból előkerülnek eredje tartó melkeresztek. És van a kérdés, tehát ez nagyon érdekes, milyen korból vannak ezek? Hát a honfoglalás korából. Jó. Most ezek itt vannak a raktárban. Miért nem állítjátok ki őket a múzeumban? 70-es évek. Jön a válasz. Azért, mert mint tudjuk, a melkereszt erre a korszakra nem jellemző. Nem jellemző. És a nem jellemző régészeti hagyatékot nem lehet kiállítani. És akkor megkérdezik annak, és te is miből van a legtöbb ebből a korból? Hát melkereszt. Na most, valakik eldöntik, hogy valami nem jellemző, miért? Mert be kell adni a mesét, hogy Szent István előtt pogány, most nem foglalkozunk amúgy is a pogány szónak, nem is vallási értelemben erős jelentésével, csak most a beidegződés, ez azt jelenti, tévesen így szólt, hogy nem keresztény. Ehhez képest Károly Gáspár a pogány szót nem így használja, hogy nem keresztény a Biblia fordításban, hanem nép. Mennyei országban, a világ végén, ez a jelenések könyvében van, és a pogányok oda minden dicsőségüket beviszik. Most akkor mi az, hogy pogány? Tehát valaki tényleg szórakozik velünk, éljen van. Belejött, mert a szórakoztatóipar az tényleg úgy tűnik, hogy így zsigerből működteti ezeket a jelenségeket, de egy biztos, hogyha idáig ténylegesen hogy sikerül mondjuk eljutni, és kiderül az, mert hangsúlyozom, hogy ez az egyetlen egy oka. Beadni valami olyasmit, amivel azt lehet bebizonyítani, hogy mi bekéreckedtünk, átvettünk, és szükségünk volt kulturális injekciókra, befektetőkre, plázákra,
bevásárló csarnokokra, privatizációra, mert nem ismertük. Na igen ám, de ezt régivé kell tenni. Hát itt van az a Szent Istenkor. Gyomlálni kell ott, aztán majd addig mondjuk, amíg egyszer csak bevonveszik. Na most bármilyen hihetetlen, ez kétségtelen tény, ha meg akarjuk nevezni annak a vallásnak, az vallási alakulatnak a nevét ki akarjuk mondani, hát a vitán felül áll, a mellkereszttel temetkezik. És ráadásul nincs két egyforma mellkereszt, ez miért perdöntő? Mert ha friss ideg gyorsan térítenek egy népet, van erre példa, mondja a római pápa valamelyik püspöknek, hogy te most a poroszokat meg kellene téríteni, itt van Vatikán utcájától jobbra egy ötvös műhely, menjél már le, rendelj meg 10 000 mellkeresztet. Itt van az öntőmint, a gyerünk legyártani, holnap patyúval lehet vinni, és mindenki a buksi porosz fogánynak a keresztelés után oda kell adni. Na most, a mi úgynevezett honfoglaláskorú régészeti anyagunkban nincs két egyforma mellkereszt. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ez a kereszténység nagyon régi. Ez nem tegnapi, de nem is tegnap előtti. Ráadásul ezek a mellkeresztek olyanok, lehet a kopottságuk alapján látni, hogy hordták őket. Tehát viselték egy életen keresztül. Hát sokszor mind a két oldal, mert általában elől mondjuk Jézuson, de ez viszonyítás, hogy én melyik, hogyan helyezem fel a nyakamat, másik oldalon pedig így az imádkozó Mária. Na igen ám, de Jézus se a keresztfára van feszítve szögekkel, hanem él a kereszten, néz le, és széttárja a kezét, és összeszorítja a lábát, és ő maga a kereszt. És a kezét, hát nyilvánvaló módon áldásra tárja szét. Szinte az egész világot kiterjeszti. És ezt a kiterjesztett világot alakítja a túloldalon, Mária maga kerekített kéztartásával. Tehát végeredetben egy világkép fogalmazódik meg. Na de jön a drámai mozzanat. És kiderül, hogy ugyanezekben a sírokban viszont van lovas temetkezés is. Ugyanezekben a sírokban viszont van emberi koponyákon lehet látni olyan beavatkozást, amit így nevezünk, hogy trepanáció. Most ennek van egy kicsit nem túl szép megnevezése, koponyalékelés. És elkezdjük most vizsgálni az ősvallást, hangsúlyozom most az előadás első felébe, kicsit történelmi szintű kérdések mentén tárgyalunk, hogy ahelyett, hogy állva ideológiákat fogalmaznánk meg, most őszintén Newton-Grid-től kezdve bármi, más nem is akarok mondani, mert tudom, hogy mindennek vannak hívei. Hányszor foglalkoznak valóságos tényadattal? Egyetlen egyszer sem. Hát az, hogy egy finnugor mitológiából egy Ukko nevezetű hímistent, világos? Ukko a finnugor mitológiában, most megbocsátja nekem, hogy így fogalmazok, hím. Ezt be lehet ma úgy adni, nagyon szép csomagolásba, hogy ősvallásunk Isten asszonya Ukko volt. Ilyenkor érdekes módon nem számít az, hogy hoppá, hát ez a finnugorizmusnak már nem tudom, hanyadik levitációja és átváltozási kísérlete. Mert olyan magyaros a dolog, meg olyan pártosos a dolog, meg annyira jövendőléses a dolog. Tehát ezek a mirkai jóslatok már most nem igaz. És azért gondoljuk, hogy van egy szöveg. Most már bánom, hogy belementem, mert látom a tekintetekből, de azért legyünk egy kicsit, hogy úgy mondjam, tárgyalagosabb és figyelmesebb bizonyos kérdésekben. Ha én írok egy levelet, ahol egy írásszakértő, most nem pont a kézírásról van szó, hanem tulajdonképpen a mondat szerkesztésről fogalmazása, pillanatok alatt megállapítja, hogy egy egységes kéz írta azt a levelet, aki elkezdte a mondatot, azt fejezte be, némely stíluskritikai szempontból is egy egységes egész. Na most ez a jóslati világ, ez gyakorlatilag három szövegből van összeolózva. Az első legfájdalmasabb réteg az, ahogy Tátos soha az életben nem beszélt. Miért? Papság nyaló rohadék. Ezt úgymond Tátos mondja. És nekünk engedelmet kérek, ez körülbelül olyan, mint a kenguru zsebébe a zsebibaba, aki repülni akar tanulni,
majd belekerül ide a zsebbe, kicsit ugrálnak, Kanga, vagy nem tudom, hogy ki van még ott, és végre kikerül onnan, és mit mond? Hát, ha ilyen a repülés, köszönöm szépen, akkor is van. Azért a tátosnak méltósága van, a tátosnak fénye van, a tátosnak hatalma van, a tátos nyelvben is él. Ez gyakorlatilag egy rádió szerkesztőnek egy nagyon ügyes megfogalmazása, szleng nyelve. Ez a kocsmai nyelv, most rossz értelemben. Aztán van egy olyan réteg, ahol megint nem beszél se tátos, se néphagyomány, de lehet érzékelni magyar néphagyományból ismert szövegekből, hogy gondolkozik és hogy van mondjuk egy magyar nyelvű ember. Ez inkább a konfuciánista és taoista bölcselet szövegeire emlékeztető, miért? Mert a szerző sok ilyen könyvet olvasott. És végül van egy harmadik, ugyanazon az oldalon. Egyszer csak kiderül, megjött Nostradamus. Nostradamus rívusokban. Na most egy oldal három különböző stílus. Hát én várnám az igazit. És a híveknek, mert vannak hívei, erkölcsi kötelességet bekopogni, és egy dolgot megkérdezni. Ez nagyon szép, de hol van az eredeti? Tessék az eredetit közzétenni. Ez ugyanis most képzeljük el, hogy valaki talál egy eddig ismeretlen József Attila verset. Ír róla egy könyvet, de nem közli a József Attila verset. Hát azért minden József Attila kedvelő, meg vers kedvelő, hogy azt mondja, amit nem olvastam, hogy nagyon jó a könyv, meg jó, hogy erről szólok, de hol a vers? Hol a vers? Hát valami belső igényességnek is kell lenni, meg ki vagyunk éhezve. Ki vagyunk éhezve az igazságra, ki vagyunk éhezve arra, hogy valaki szeressen bennünket. Ki vagyunk éhezve arra, hogy valaki vezessen bennünket. Ki vagyunk éhezve arra, hogy valaki utat mutasson nekünk. Most ezzel viszont nem azt mondom, hogy direkt, mert itt inkább meg nem gondolt gondolatok játsszák a főszerepet, mert vissza lehet élni. Jó szándékkal és mindennel egyetemben. Ugyanis kiderül, hogy az egész ősvallásunk gyakorlatilag úgy, ahogy van, az egyik leglényegesebb gondolata, mondjuk egy olyan összetett honfoglaláskor is mi van benne. Most ezt fogjuk gyorsan megvizsgálni. Tehát itt van, most maradjunk elsősorban a koponya kérdésnél. Ha én azt mondom, hogy koponya, akkor tudni kell, hogy ennek van egy rövidített változata, és ez nem csak koponyát jelent, hanem egy edényt is, amit kupának hívnak. Na most ebben a pillanatban én kiről kezdek el beszélni? Hát itt van koppán. Megjelent a koppány kérdés. Hát a koppány a koponya név változata. Kupa névben pedig koppány nem csak kupát jelent. Fából, vagy csontból, vagy mondjuk kőből, vagy mondjuk fémből. Hát ha bennünket azzal fenyegettek annak idején kupán vágnak, akkor nem szaladtak ki egy kupáért, majd nem tették oda elénk és vágták a kupát kupán. Lehetett tudni, hogy a kupa az itt van. Tehát a kupa már nyelvi úton sok mindent jelent, de egy biztos, hogy a kupában is lehet bor is, a legjobb minőségű, és lehet mérgezett víz is, vagy szennyezett víz, ugyanúgy a koponyában is mindez előfordulhat. Tehát egy kérdés, mi van mondjuk egy fejedelemnek a fejében, egy szellemi vezetőnek a fejében, hogy tud-e vezetni, valóban rá tud találni dolgokra. És bizony bármennyire hihetetlen, amit azért hozok most elő, mert Sándor a tanúja bizonyos dolgoknak, hogy azért ezeket a kérdéseket Békés Csabán már Papp Gábor vezetésével, aztán volt, amit pártolt, volt, amire azt mondta, hogy na azért ezeket felejtsük el, de azért már úgy 20 éve már végig zongoráztuk. Hát 20 éve nem, de 15 már talán. És az a helyzet, hogy azt nem veszük észre, hogy közben eltelik 10 év. És hiába kerültek elő dolgok, senki nem követi. Pedig itt aztán lehetne csodákat találni. Miért? Mert nem kell elmérkedni, ott van, kiveri a szemünket. Tehát mit jelent az, hogy treponát koponya? Ugyanis a legtöbb honfoglalási sírból előkerül csontváz koponyája vagy jelképes,
vagy valóságos prepamált állapotban van. Most lehet viszont szörnyűködni. Miért lehet szörnyűködni? Azért, mert milyen dolog mondjuk egy csontban, egy megcsontosodott koponyában mondjuk kaput lékelni, vagy kaput várni. Most gondoljuk végig, hogy a kupában megcserélem a magánhangzókat, akkor már ott vagyok a kapunál. És ha tudom, hogy ez a kupa négy részben kapura került föl, akkor már lehet, hogy a történetben is más gondolatokat is fel lehet fedezni, nem csak egy véres politikai atrocitást idéző drámát. Tehát van egy többlet mondani valója. Na de visszaugorva a jelenség csoporthoz, kiderül, és ezt elmondják, hogy akiknek végrehajtották ezt a beavatkozást, eleve a legmagasabb rendű orvosi tudást igényelte. Miért? Mert itt azért nagyon érzékeny az ember. Ugyanakkor pedig, ami nagyon érdekes, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki csata közben mondjuk egy kemény tárgyal, egy buzogánnyal fejbe vágta, és szilánkosra tört a koponyája. Van erre is példa. Az ember életben mindenre van példa. Hanem ezeket egészen különös ok miatt nyitják meg itt a fejtető magasságában. Tehát valami miatt megnyitnak egy szellemiséget. A kupán kaput nyitnak, vagy a koponyán ajtót támasztanak. És nyilván innentől kezdve egy lélek vagy szellem azon az ajtón vagy kapon felésre sokkal szabadabban tud közlekedni, mint hogyha becsontosodott volna. És nem fogjuk elhinni, hangsúlyozom, kicsit mai fejjel képzelve, olyan borzongatónak tűnik a jelenség, de én azt mondom, hogy becsontosodott gondolkodású, akkor ez jót vagy rosszat jelent. Így legyintünk rá, mert már becsontosodott, kész. Na most, ha egy gyerek világra születik, bárki megtapasztalhatja, hihetetlenül puha a csontja, még nem keményedett meg, és ugyanakkor itt a koponyacsont tájékán pontosan ezek a területek, meg még a kutacs terület még nem fog, nem, tényleg nem állt össze ott valami. És ehhez képest kell figyelembe venni azt, ha olyanná nem lesztek, mint egy kisgyermek. Nem mehettek be a mennyeknek országába. Tehát úgy tűnik, hogy a koponyában, vagy a kupában egy olyan szellemiség lakozik, ami tényleg, hát ha ez vezér vagy fejedelem, most csak átvitt értelemben, akkor ez vezérelni tud. Fejedelem. Tehát ez azt jelenti, hogy a fejét nem fogja elveszíteni válságos időben. Mi elveszíthetjük, de ő biztos, hogy nem fogja elveszíteni. És felmerül a kérdés, hogy jó, rendben van ez, de mi a, miért fontos ez? Na, megy tovább a Szent István utáni korszakban is. Na most. Hol van olyan római rítusú temetkezési szertartás, vagy hol van mondjuk római birodalom területén, akár az ókori, akár a középkori, de az már más vallási tartalommal, mondjuk, hogy a mindennapi élet szerves része az, hogy én felfelé teljes egészében nyitott vagyok. Ugyanakkor pedig a mai orvostudomány mondja el, hogy ha valahol egy társadalmon belül ilyet tettek, akkor tudni kell, hogy az ma is a legmagasabb szintnek származik. Na most ezért nem ismerjük ezt, miért? Mert nem lehet azt mondani, hogy hát ez valami pogány tévejű elképzelés. Itt olyan szinte agyműtétekre jellemző, hogy úgy mondjam, precizitással, tisztasággal és operatív orvosi bölcsességgel kell rendelkezni. Na de amiért mindezt így felvezet? Kiderül, hogy ennek a szertartásnak az egész földnevezetű bolygó három központja van. Három központja van. Tehát itt-ott, amott térben és időben szorványként úgy behálozza az egész földet, de van három forrásvidék. Az egyik az Andokban van. Na most ez mit jelent? Az Andok térségében, Peru területén, vagy a mellette lévő országokban ez a magas kultúrának a, hogy úgy mondjam, bizonyítéka, hogy az inkáknál, vagy az inkák előtti kultúrteremtő indián népeknél milyen fejlett volt ez a szint. A másik valahol Ázsiának valamelyik pontján van, a harmadik a Kárpát-medencében.
És a Kárpát-medencében erőteljesebben jelentkezik, és több van, itt egyedül, mint a kettőben együtt véve. És akkor felteszek egy kérdést, hogyha én lerajzolom a Kárpát-medencét, mondjuk egy ilyen jó kis tendencia jellel, akkor tulajdonképpen mondjuk absztrakt művész vagyok, és a Kárpát-medencét így felrajzolom. Akkor milyen formát indítok el, és milyen formát, hogy úgy mondjam, kerekítek ki? Hát gyakorlatilag egy oldalnézetből ábrázolt koponya alakhoz jutunk el. Na most itt már kezd sűrűsödni dolog. Mert az, hogy a koponya ilyen misztikus, titokzatos, vallási szertartásban történő megnyitása, és ugyanakkor pedig egy koponya alakú földrajzi terület, mint fészke és koppona. Én nem azt mondom, hogy a régiek repülőgéből lenéztek, és földrajzatlaszokat forgattam, azt látták, hogy ez olyan, mint egy emberi koppona. De ráhangolódás útján sok mindenhez el lehet jutni. Na most, mindez miért kell ilyen kérdőjeles, vagy ilyen kiáltozós módon elővezetni? Mert ahogy jeleztem, Szent István nem törli ezt a fajta vonalat. Magyarul ez mit jelent? Van egy papságunk, hangsúlyozom, van egy papságunk. Ez a papság ismeretlen a római egyház körében, ismeretlen a bizánci egyház körében. Ez a papság Szent István előtt ugyanazt csinálja, mint Szent István után. Valamilyen szertartás keretében, életkortól függetlenül a becsontosodott koponyát megnyit. Na most, ha valaki ismeri a szkíta, hogy úgy mondjam, hitvilág, vagy a szkíta vallás, vagy a szkíta népek történelmét, és éppen a sírleletek alapján, kiderül, hogy Jézus születése előtti évezredből származó szkíta királysír, mondjuk az uralkodónak a koponyája, megint milyen jellegzetességgel rendelkezik. Megvan itt. Na most ez miért? Most nehogy elkezdjük egymás helyét mutogatni. Hát én most, hogy mondjam, ahogy mondja az ember, érzi azt, hogy láncszemek hiányoznak. De évezredeken keresztül, ugyanis ez a szertartás, ez nem Jézus születés előtt első évezrednél áll meg, nem a második évezrednél, hanem gyakorlatilag az őskor barlangi művészettel jellemezhető koráig megy vissza. Tehát valamit az emberiség itt úgy tapasztal, hogy van egy lehetőség. Miért? És ha nem jelenne meg szellemi útként, akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk egy nemzedék élet, megnyitottuk a fejét, de olyan milyen valaki, mint annak előtte. Tehát elhagyja az emberiség. Miért? Mert semmiféle, hogy úgy mondjam, jelentése nincs, és még kockázatos is. Tehát semmi tulajdonság nem fejlődött ki, csak onnantól kezdve kelekútja lett és érzékeny lett. És hát amúgy is mindig lötyögött a fejébe teli holtkor, hát ezután még ki is csobbant valami. Na ez most már tényleg még félelmetesebbé teszi a dolgot. De mire akarok kiukadni? Hogy az emberiség múltja érdekes módon számol egy olyan vallási szertartási lehetőséggel, ami hivatalos vallási alakulatoktól úgy tűnik, hogy független, mert minden vallásban megjelenik, de mindig az Istenséggel való kapcsolat felé mint ajtót vagy kaput. Tehát van egy lehetőség. Hangsúlyozom, ma ez nyilván nem járható. És ez majd a mi középkorunknak, mondjuk a hunyadiak korában már tényleg becsap. De Árpád korban így lehet érzékelni, amikor a hegyekből így jön alá a vízi tavaszi olvadásnál, így jön végig az Árpád-kor évszaka, évszázadaiban eljutunk mondjuk egy elképzelt nyárhoz, és akkor szépen már nem jön. Tehát nem kitiltás, meg nem drasztikus betegés, hanem valami, mintha lecsengeni. Minthogyha tényleg az a papság már ezt a szerepkört nem gyakorolna. Tehát keresünk az ősvallás útján egy olyan papot, vagy papságot, akik fejben nagyon jártassak voltak, és szellemben utaztak. És ha valahol zárt ajtóra vagy kapura találtak a kozmoszban, azt fejükből kiindulva meg tudták nyitni. De nyilván itt régülési szertartásra is lehet gyanakodni.
Na most ugyanakkor pedig ezt a területet, mert hát itt réstálma, valamivel le kell fedni. És egy olyan filmmel fették le, amely rendkívül jó vezetőfény. Tehát gondolom, tudjuk, hogy vannak fények, amelyek az az egyik legnagyobb tulajdonságuk. Most az, hogy vezető, hogy mit vezet, ez relatív, de gondolom, tudjuk, hogy az áram, mint szó, ezt nem a modern kor találta fel. Tehát az, hogy ár, mert ár a gyöke. Tehát valami áradás, vagy energia áradás, ezt lehet áram irányába tovább képzelni, és egy csillagással megáldott 21. századi ember, ha áramszót meghallja, akkor már csak arra gondol, hogy felkapcsolom, vagy lekapcsolom. Ne tegye könyörgön. Miért? Mert a napfénye is áradni szokott. Amikor a nap saját pályájának csúcsán van. Hát Egyiptomban a napistennek a neve, gondolni tudjuk, három néven jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy máshogy nevezik a felkelő napot, máshogy nevezik a delelő napot, és máshogy nevezik a lenyugvó napot. Na most állítom, hogy körünkben nincs olyan ember, aki ne tudná, hogy a delelő napnak a saját pályája a legmagasabb csúcsára azon a napon elérkezett napistennek a neve Rá vagy Ré. Itt egy dolgot lehet feltenni, hogy mi az, hogy Rá vagy Ré. Hát az, hogy nem tudjuk, hogy hogy mondták a nevüket, miért, mert csak mással hangzó van. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy R. Na de én azt mondom, hogy R, és azt mondom, hogy ő, akkor itt már egy erő is megjelenik. És én nyugodtan mondhatom azt, hogy ez egy erő. Miért? Mert a Rá és a Ré semmit nem jelent. Attól függ, hogy az egyiptológus angol vagy francia. Az egyik úgy írja majd a szakkörébe, hogy Rá, a másik úgy írja, hogy Ré, és megnézzünk, mint Jani a kapuba, hogy na, most akkor melyik. Becsületes egyiptológusok el szokták mondani, senki ne gondoljon arra, hogy az ókori egyiptomi népnyelvét bárki is hitelesen megfejtette. Ez ugyanis az egyiptológiának, és nem az ókori egyiptomiaknak a jelve. Most ez egy becsületes nyilatkozás. Tehát oda eljött, hogy valami el. Na de én azt tudom mondani, hogy ekkor áradom a napfény. Igen ám, de gondoljuk végig, hogy nyaranként nem kell nekünk a mínusig leszaladni. Hát én álló délben nem is várom meg a júniust mondjuk. Most, amikor jó idő van, kimegyek álló délben a pusztára. És úgy áldogálok. Áldogálok 10 percet, áldogálok 20 percet kalap nélkül. Fél órát, és nincs ott fának árnyéka. Előbb-utóbb mit veszek észre? Hogy valami úgy, ez már nem is simogat, ez már nem is ölelget, ez a fény már nem is csókolgat, ennek az erje a lényeg, ami már akár életet is ki tud oltani, gondolom a napszúrásra. Ez nem gyerekjátékos dolgok. Képzeljük el egy gyerek mondjuk, ezzel a kis puha, be nem nőtt kis helyecskével kitenni álló délben a napra. Én nem is akarom mondani, mi ennek a következménye. Kész, vége. Nem is szokták szerencsére, az ennyire hibban szülni nincs. De ma már mindenre eljön a mai világban gyakorlatilag fel kell készülni. De ez jelenthet urat is, hát ez uralkodik ottán. Jelenthet. Annyi mindent jelenthet, hogy én most nem akarom ezt továbbra hozni. Csak figyelmeztetni szerettem volna arra, hogy bizony elindul egy erőáradat, mondjuk magának a fénynek a belsejében. És vannak viszont fémek, amik ezt a fényt, a napfényét hihetetlenül jól vezetik. Tehát nem csak visszaveri, hanem magán át is engedi és vezeti tovább. Na melyik fém a napnak a fénye? Ez vitán fel, aki nem tudja, most azonnal szünetet rendelni kell. Ez maga az arany. Na most az aranynak nem az adta az értékét, hogy mondjuk jól lehetett vele kereskedni, hanem az adta az értékét, hogy minden fényszertartás elengedhetetlen kelléke, tartozéka, főszereplője volt. Miért? Mert a fényt kellett tovább áramoltatni. Tehát onnan jön, és egy fény papnak nyilvánvaló módon a közösség felé ezt tovább kell vinni. És minden olyan szertartás,
ahol mondjuk aranyedény jelenik meg, folyékony állapotban van benne az élet erő, ez legyen ital, vagy szilárdabb állapotban, ez legyen étel, ilyenkor mindig arany lesz a szertartásnak a fontos fénye. Tehát szó nincs anyagi értékről. Ezért becsülte meg az emberiség. Mert gondolom, tudjuk, hogy minden éltető, ami a Földön van és életként jelenik, ez ha nem is közvetlenül, mert azért kell a hold is, kellenek a bolygók is, tehát valami még differenciálja az ugye, de egy biztos, ha nincs napfény, nincs földi élet. Ez vitán felmerül. Na most ezért fontos az, hogy fent a fény, itt pedig a fény. Na igen, ám, de ez már alkimisztikus összecsengés. Hát a fénynek megszilárdult állapota, és ókori misztérium vallások elmondják, hogy az arany az megszilárdult fény. Tehát tulajdonképpen az maga a fény, ami a föld sugár, a földbe sugárként lemegy, és ott megdermed. Na de a nyelv már nem tudja így követni, hogy fény-fény. Ugyanaz a nazál is jelenik meg az enyém, mint az ember, ami megjelenik. Na igen ám, de nem csak az aranyjó vezető fény, hanem kiderül, hogy minden egyes égitestnek megvan a maga fénye. Hát gondoljunk magyar népmesékre, ha jön egy királynő, és az tényleg áll magára egy hármasságon belül, akkor lesz részhajú király kisasszony, ezüsthajú király kisasszony, aranyhajú király kisasszony. Részhajú király kisasszony Részvárban van. Ezüsthajú király kisasszony Ezüstvárban van. Aranyhajú király kisasszony Aranyvárban. Na most az aranyonapnak a fénye, az ezüst a holdnak a fénye, a rész pedig az esthajnal csillagnak a fénye. Tehát esthajnal csillag, vagyis Vénusz, utána jön a hold, és lehet látni, ugrásszerűen a fénymennyiségnek jön. Mert előholdnak a fénye azért erősebb, mint az esthajnal csillagnak a fénye, földről nézve. És utána a fény visszavezetődik, és ott vár bennünket, miért? Mert visszavezetődik saját forrásába. És egy királyfinak ezt az utat kell bejárnia, és a királynak ezt a királyfit kell megvárnia. Hát ez, aki várban van, lesz majd várandós. Tehát ez csak női szerepkörre alkalmazható. És nagyon szépen lehet érzékelni, hogy mi a feladata a lánynak, és mi a feladata a fiúnak. A lánynak meg kell várni, nem a dilettáns, nem a magamutogató, nem a diszkóvirtuóz, a tankagyomidiótát, hanem illene megvárni az igazit. Higgyük el, tudom, hogy nehéz elképzelni, az igazi mindig úton van. Csak soha nem várjuk meg, mert türelmetlenek vagyunk. Hát a csinos egy lány most őszintén. Akkor annyit is kell tudnia, hogy van valaki, aki felé indul el, hiszen az ember párosú. Eleve úgy szerintünk erre a földre, hogy van pár. Na jó, hát azt tudom, hogy mikor találjuk meg, külön kérdés, de érdemes ezen elgondolkozni. És van egy egyetemisták számára kötelező, de hát már óvodába is elő lehetne írni, de középiskolában tanítani kell, általános iskola felső tagozatában pedig minden nap föl kéne írni a táblára, hogy beívódjunk. Altesti gerjedelem plusz kebelbéli szimpátia, az nem azonos a szerelemmel. Világos? Tehát gyakorlatilag nem tudjuk, hogy mi a szerelem. Mert jön egy altesti gerjedelem, hát nyilván az ember azért valami szimpátia kell, van egy hirtelen fellángolás, de ez nem szerelem, eleve önvalói szintről indul el. És akkor csodálkoznak, hogy gyakorlatilag semmiből nem esemény. Se a kapcsolatból, se a jövőből, se a lehetőségekből. Na ma úgy vannak megkeverve a lapok, hogy nagyon nehéz. Hát én nem azt mondom, hogy bort iszok, és hogy is van, bort iszunk, vizet prédikálunk, nem. Ha bort iszunk, bort prédikálunk. Ha vizet iszunk, vizet prédikálunk. Tehát én is tudom, hogy milyen világban élünk. Csak mégis legalább egy belső elvi, erkölcsi szinten érezni kell, hogy ez nem jó. És ez a jövőt teszi tönkre. Legalább megvárni a lánynak,
azt, aki méltó hozzá, aztán három próbát, azért csak, hát egy mesebeli királyfi, vagy király, egy kiskondásnak három próbát azért tud föltudni. Nem az van, hogy kitiltja, hogy én király vagyok, csak nem gondoltam a lacpásztor, hogy majd a lányomat el fogod venni feleségül, akkor hol van a demokrácia? És képzeljük el, valamelyikünknek megtetszik, most tényleg játék ezekkel a buta gondolatokkal, mondjuk egy ilyen világbank, nem ez nagyon rossz, de most képzeljük el, vagy bármi. Hát egyszer be se tudok menni a kedves após jelölthöz bekopogni, mert fogd meg én már a város, hogy úgy mondjam, határán kidobnak a városba. Miért ne se hősebb kiskondásként is oda megy a királyhoz? És azt mondja, hogy a lány szeretni. Semmi probléma. Három próbát ki kell válni. Most ez alapvető kérdés. Nem megpróbált kapcsolatokból születnek házasságok. Tehát mi lesz a következményük? Nem is ismerjük magát se, őt se, egymást se. És akkor csodálkoznak. Hát ez az unott helyzet egy idő után. Na mindezt miért kellett elmondani? Ha szokjuk meg, hogy fémek égi testeket is meg tudnak idézni. Na most az a lemez, amit viszont ide tesznek, ez a réz és az arany között szokott lenni. Ez az ezüst. Tehát ide teszik szépen, tehát ezzel zárják le, és hát leírja László Gyula is, hogy mint a fák törzsében az évgyűrű, lehet látni, hogy a sarjadzás hogy megy tovább, és meg lehet állapítani, hogy a kapunyítás után még hány évet élt. És kiderül, hogy évtizedekig élnek. Tehát évtizedekig megy tovább az élet. De itt ezüst lemez van. És talán ez lehet az egyik kulcs ebben az irányban, mert az ezüst az a holdnak a fénye. És tulajdonképpen mi, ha emberi világban élünk, általában kikkel keressük a kapcsolatot akkor, ha saját korunkban eltévedtünk, az őseinkkel. Na most az őseink viszont egy olyan világhoz tartoznak, úgy általában nem az élőkhöz, bár élnek, hanem azt szokták, hogy már meghalt. Na most ez azt jelenti, hogy itt a hold mint erőlétbe. Mert a hold és hold, ezek tényleg összetartoznak. És gyorsan felteszünk egy kérdést, hogy még meg megijedünk ezektől a dolgoktól. Hogy az életnek és halálnak úrnő a szó. Babba Mária, Szűz Mária, Szűz anya. Milyen égi teste már? Hold sarjónál, és gyereket tart a kezébe. Nyakba öltözik, és 12 csillagból van a fején korona. Tehát lehet érzékelni már a fémlemez kiválasztására, hogy ide bizony az élet és halál játssza a főszerepet. Ja, mivel szorít bennünket már az idő, és majd tovább kell menni, most gyorsan rátérünk a ló világára, mert amellett, hogy kereszttel temetkeznek, lóval is temetkeznek. Most gondoljuk végig. Erekje tartó mellkeresztek vannak, úgymond trepanált a koponya, és ráadásul ott van egy lónak a csontváza, de nem a teljes csontváza. Most nem elfelteszi, hogy hát ez azért mégiscsak vallás. Hozzátartozik a ló, hozzátartoznak az őseink, és miért, mitől nem szabad megérni? Bárki, aki már látott mondjuk ilyen középkori kalandos filmet, vagy ilyen mesefilmet a középkori dolgokról, vagy nem is kell a középkori visszamenni, még 1945 előtt is, ha valaki tanítványként vagy tanulóként mondjuk az egyetemi rektorhoz bekopogtatott, megnyílt az ajtó, ott ült az íróasztal mögött, és mi volt az íróasztal téve? Egy koponya. Egy koponya. És gondoljuk végig. Jön el a 20. századig, már semmi jelentése nincs. Ők ezt úgy szokták mondani, már az ókori római népek megmondták, memento mori, emlékezz a halálra, hát ez nyilván egy ilyen
egy ilyen intellektuális, kacérkodó, középkori divatot továbbvívő jelenség. Hát azért ma már egy gyárigazgatónak, vagy tényleg már nincs ott, ez kétségtelni, de mondjuk a kristálykoponyáknak a históriájára. Tehát itt erre gondoljuk végig, ami emberi létünk, minek köszönheti az emberségét, hogy az Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, saját képére. Tehát itt vagyunk az Isten misztériumnál. Ez a szellemiségnek a világa, ahol a szív van, egészen fel a napig és le a köldökig, ez gyakorlatilag a léleknek a világa, és a köldök övvonalak, a köldök az mindig egy külön kérdés, pedig a testnek a világa. Tehát az ember, amíg a földön él, egyszerre idéz meg három világot. Na de ezzel minden ember a legősibb világképet is megidézi, mert őskor óta vallástól, műveltségtől függetlenül ez az emberiség közös emlékezetéhez tartozik. A legősibb világkép három rétegű. Ez azt jelenti, hogy ami felül van, az a felső világ, ami alul van, az alsó világ, és középen pedig a középső világ. Ezt általában fával a leghálásabb megidézni. Miért? Mert a fának a gyökere fogja az alsó világot, a törzse, gondoljunk végig, milyen törzse a gyermeke vagy, nemzetségnek, ez a középső világ, és végül, ahol ágazik, bogazik, ahol koronája van, ez a felső világ. Tehát egy világ faszó szerint a három léptékű világot meg tudja idézni. És az ember is, ahogy, hogy úgy mondjam, megszületik, ezt a háromos egységet képviseli a Földön. De visszatérve a koponya ügyhöz, úgy tűnik, hogy itt egy nagyon ősi szertartás és vallás misztériuma jelenik meg. Megkérdezem azt, hogy ismerünk-e olyan mondókát, vagy találós kérdést, vagy szállóigét, minden úgynevezett gyermekmondókákat tartalmazó könyvben szerepel. Találós kérdéseket tartalmazó. Négy lába van az oltárnak. Minden nap rajta áldoznak. Mi az? Minden nap rajta áldoznak. Azt. Ez hogy fordul a regőségekbe? Ha a maguk asztal, mi asztalunk volna, szentoltár volna. Hát végeredmény latin nyelven, amit mi oltárnak fordítunk, magát az asztalát, úrasztalára gondolunk. Most képzeljük el az asztalon, mint oltáron van a szellemiség. És nekem ezt tudni kell, hogy ez mit jelent. Mert tényleg nem térképet áll. Tehát valamit így nagyon meg kell érezni, és én azt tudom azt, hogy a csont az mindig a megtartó erőt jelenti. Akkor itt egy szellemiség megtartó erője is megmutatkozik el. Na most erről egyelőre ennyi, rátérünk a lovakhoz. Na most Molnár Attila neve elhangzott, majd jön. Ő a doktori disszertációját állatorvosként abból írta, amit az állatorvosi egyetemen tanítanak, és amiből már agyunktó szinten már a tanítók is ötször doktoráltak. Viszont amit állatorvos tudományi egyetemen mondjuk 20 évvel ezelőtt még tanítottak, azt László Gyula egyetlen egy alkalommal gyakorlatilag nem említette meg. És itt vannak a problémák. És ez egy bármennyire hihetetlen csontba vágó kérdés. Csont az nem fog hazudni. Tehát én nem azt mondom, hogy most egy csontvázrendszert virtuálisan mondjuk építsünk vissza emberré vagy jóvá, de lehet érzékelni, hogy meddig érdemes visszamenni. És aztán a megfejtési kísérletek előbb-utóbb nyilván egy utat meg fognak világítani. Lesznek tévutak, lesznek jó gondolatok, lesznek rá találások. De itt van egy izgalmas, misztikus titok, ez nagyon közhelyszerű megfogalma, kutya nem foglalkozik vele, ne jó tengely. Halleluja, tényleg. Gondoljunk végig dolgokat, az irodalom, ez pedig ősegű csontja. És ha mással nem tud egy ős jelezni, itt van a fejem utóbb.
gondolkozzál el dolgokon. Ott van a lova. Na most nálunk a részleges lovas temetkezés a jellemző, és a úgynevezett részleges lovas temetkezés megint térben és időben, térben 1000 kilométereket megy vissza keletre, nem változik, tehát akkor a szkíták rokonai vagyunk. És gondoljuk végig, szkíták Jézus születés előtti évezredtől ugyanúgy temetkeznek, ahogy majd a másodszor visszaérkező magyarok a Kárpát-medencébe. Tehát jön a hivatalos állásfoglalás, Nemzeti Múzeummal az élen, hogy őstörténeti zagyvalék az, most szó szerint idéztem, nem mondom, hogy kinek a munkájában, mert a mostani szkíta katalógusban olvasható. Őstörténeti zagyvalék. Ezek szerint Mátyás király őstörténeti zagyvalékot képvisel. Ugye? Amikor szkítának tartotta magát és a népét. Ezek szerint Szilveszter pápa, amikor szkíta királynak nevezi Szent István, és azt írja a harmadik Ottónak, hogy nem tudom, hogy a szkíták hogy döntenek. Nem Szilveszter bácsi dönt felőlünk, hanem mi döntünk Európára. És nem tudom, hogy a szkíták hogy döntenek, írja Ottónak, a parafenomén ifjú császár gyereknek. Mondván, hogy rettegés fog el, ha a szkítákra gondolok. Miért? Mert a kezükben vagyunk. Most egy biztos, egy szkíta kéz nem mosuk le, hanem éppen a legmagasabb pillanatokat, amikor eléri a saját életébe, hajol le, hogy most ilyet fejeket meg sem mosassa. És ezt Európa azóta se érti, de már Attilában nem értette Róma falai alatt. És bizony szkítának nevez. Most gondoljuk végig, szkítának tart bennünket ellenségünk, szkítának tart bennünket barátunk, szkítának tartjuk saját magunkat, és évezredes dokumentációs anyaggal rendelkezünk, jön a mai hivatalos akadémikus állásfoglalás, őstörténeti zárvalék. Most erre mit mond az ember? Hát nem mondom, mert jó helyen ezért viszont visszaütöttek. Mert hogyha azt a felmenőjét szittük, azt nem hagytál, hogy úgy mondjam. De állítom, hogy ebben mi annyi vér sem lenne, ha nem tudom hol, hogy nem is akarom már ezt tovább folytatni. Tehát megjelenik a lovas temetkezés, és bizony a temetkezési szertartás az tényleg nagyon lényeges. Miért? Mert amennyire fontos, hogy jövünk be a világba, annyira fontos, hogy hogy megyünk el a világba. Úgy tűnik, hogy a halál az a misztérium, amiről semmit nem tudunk. Miért? Mert önmagában nem is jó. Ha végig gondolja egy átlag ember az életét, megdöbben, mondjuk én ebbe a kategóriába tartozom, állandóan előjön, mert amivel az ember foglalkozik, ott népmesékben, népballadákban, népdalokban, egyáltalán múlt, hát aki születik, az meghal. Na de mégsem úgy élem az életemet naponta, vigyázz valahogy, igen, meg fogok halni. Ember nem is gondol. Tehát mint hogyha a halál valahogy olyan, jó, hát amikor közelítünk felé, akkor már lehet tőle félni, de általában egy élet úgy telik el, hogy észre se leszük, hogy a halál felé megyünk. Ah, nem is fontos. Na most a genetika kutatás mutatott ki valamit. Keresték az ember genetikai állományban a halált okozó gén. Mit gondolunk, van vagy nincs? Nincs. Nincs. Ezt tudjuk, hogy mit jelent? Ez azt jelenti, hogy tudományos tényként el lehet könyvelni, hogy a halál úgy par excellence önmagában nem létezik. Tehát nincs kódolva bennünk. Magyarul nem meghalunk, hanem költözünk. Nem meghalunk, hanem ebből a világból átmegyünk. Nem meghalunk, hanem átlényegülünk. Hát Kuntermi gyönyörűen leírja az egyik könyvének címében, milyen adatgyűjtő közül mondja a halálról. Az utolsó átváltozás. Utolsó átváltozás. Tehát átváltozás van. Na igen, de ez nagyon drámai lehet. Gondolom érzékeljük, hogy miért. Tehát nem az a lényeg, hogy meghalunk. Ne akarjon senki igyekezni, a te tetteid követni fognak téged. Ez egy örök história, örök tény.
akár tetszik neked, akár nem, a halál pillanatában a tettek következménye fogja meghatározni a következő lépést. Csak hogy akkor már nagyon késő lesz. Tehát ha valaki mondjuk arra gondol, hogy ott van egy tühött, borzadályos ember, nem gondol a holnappal, a múlttal, él bele a világba és élősködik, hogy ott miért ismerjük a mondatokat, ha miért nem veri már meg, miért nem. Nem fogjuk elérni, ez a legrosszabb. Miért? Mert nincs lehetősége saját életén belül a korrekcióra. Mondván, hogy eddig rosszul tette. Tehát nehogy irigykedjünk. Az már az életben megkapta az ítéletét. Ennél rosszabb tragikusabb gyakorlatilag alig létezik. Na most, ha ló van a sírban, akkor lehet tudni, hogy a ló engem innen valahova el fog vinni. Na most ehhez viszont rendkívüli képességű lóra szükség. Na az, hogy ez egy jelképes dolog, megint csak az alapvető tétel, évezredeken keresztül divat nem fog virágozni. Miért? Mert a divat olyan, mint ma. Ez azt jelenti, hogy most gondolj végig, hogy mi is voltunk fiatalok, és egy biztos, ha mi annyi sokkoló negatívot kaptunk volna, mint a mai fiatal, lehet, hogy már rég nem élnék. Becsüljük meg a mai fiatalság teherbírói és állóképességét, mert hát elképesztő, hogy minket keresztül mennünk. Csak figyelmeztetni kell őket, hogy azért keresztül kell menni ezeken a dolgokon, nem szabad beleragadni. Tehát az divat, hogy ma a csónadrág, holnap meg a trapéznadrág. Aztán ugyanazt a romboló-roncsoló nadrágot egyik nap köldök felett, másik nap köldök alatt. És akkor gondolják, súlykolják, hogy ez a divat, ez a trend. És ennek semmi értelme nincs. Tényleg nincs. Ma ez, holnap az. De az, hogy évezredeken keresztül valami van, hogy végig. És nemzedékek tapasztalata jelzi, hogy ott valami történt, mert az adott kor társadalma hitelesíti, és a nyomukban lévő következő nemzedék megint csak hitelesíti. Nem? Mert tapasztalatról van szó, hogy a ló igenis képes arra, hogy ebből a világból átvegyen a külső világba. Erre tényleg képes a ló. Egy kérdésünk van, milyen ló és milyen állapot. Mert nyilván nem állítanak oda mondjuk egy lóhat, hogy várj meg ló gazdádat, majd érkezik. Na megjelenik a ló áldozat. És tulajdonképpen aki a koponyának, mint pap vezérlen végig a szellemiséget, az jelenik meg a ló áldozatoknál is, mint pap. Tehát el nem tudjuk képzelni, hogy egy honfoglaláskor sír mennyire bonyolult. Kiderül, hogy nincs két egyforma. Most azért, ha ma bemennénk, én nem kívánom senkit, mert egy városi temetőben valaki bemegy. Mondjuk úgy hozza az élet, ne hozza úgy. De el sem tudjuk kérdezni, mit jelent az, hogy nincs két egyforma sír. Miért? Mert mindenki egyen. A sírládában ez egy kicsit gazdagnak, szegénynek változik, ugyanazzal a műfogsorral, ugyanazzal a csontbetéttel, ugyanazzal a szárnyasbetéttel, vagy bármi, ott fekszik. Jellegtelen. Nincs üzenete a múltnak, nincs üzenete a jelennek, nincs üzenete a jövőnek. Tehát a múlt nem tud onnan a mélyből, az alsó világból üzenni a középső világnak. És a felső világból nem tud lejönni az üzenet a középső világnak. Mert ezek tényleg mind a mennyben, mind a földben, minden világ egymással gyakorlatilag valamilyen rokonságot, ősképek és ősvalóságok szintjén rokonságot tart. Most részleges lovas temetkezés az azt jelenti, hogy csak a ló koponya és csak a végtagok. Na most erre Pap Gábor nagyon egyszerűen válaszol, a ló koponya az a szellemiség, a végtagok a mozgékonyság, tehát ez mit jelent? Gyakorlatilag megjelenik egy szellemi mozgékonyság, hol a lélek viszont. Kiderül, hogy ott van a ló bőr, csak hát azt az időfoga azért azt megeszi, és a lóbőrt pedig szénával tömik ki, a sírban, szalmával. Na most fel lehet tenni egy kérdést. Miért helyeznek el sírba lóbőrbe szalmát?
És Molnár József azt mondaná, analógiás gondolkodás. Tehát most ezt hívjuk segítségül. Se a lónak nincsen szükség. Most kérdezik, hogy szegény lónak nem elég, hogy feláldozzák, bőrét szalmával kitörnék, hát azzal nagyon jól fogok már járni. De egy útra visz engem. És ez a lelkek útja. Na most hogy nevezik a lelkek útját? A hadak útja, a te utat még más néven. Szalmású, szalma hullató. És a ló egy csillagképet is megidéz ezen az úton, a lelkek útján, a szalmás úton. Ami keleten ló, az nyugaton nyilas, mint csillagkép. Tehát lehet érzékelni, ott van a sírban, és abban a sírban egy tenyérnyi helyen az egész tejútrendszer és az egész világegyetemre való legfontosabb útmutatás benne foglaltatik. Most idáig azért értemes eljönni. Jön a többlet, és hát Molnár Attila is megérdemelni, hogy hátrakössék a sarkát, mert hallom, hogy már milyen témákkal foglalkozik, és neki ezzel kellene. És megmondom őszintén, ismerjük őt jól, szeretjük, becsüljük ő és minket, és hát mikor volt az, amikor a doktorát? Azóta nem foglalkozik ezzel a dolgokkal. Pedig miért lenne fontos? Foglalkozik, csak annyi minden mással foglalkozik, hogy nem hiszi el, hogy ez a világban volt, ezzel foglalkozni. Egyrészt hitelesíti a képzettséget, nem lehet lesöpörni az asztalról, hát másrészt pedig, hát ha már felvette ezt a stafétabotot, hát ne dobja vissza a sírba, hanem vigye tovább. És amíg ki nem veszik a kezéből, addig köteles menni. Na most egy biztos, hogy ő maga mondja, hogy már azt sem tudja ma egy állatorvos, vagy lócsontokkal foglalkozó szakértő, hogy a lábcsontokon belül milyen változtatásokat hajtottak végre, mert ahogy a lábszárcsont a patával találkozik, ott a csontban van egy úgynevezett nyírcsontszerű kis képződmény. Na most ezzel valamit változtattak. Tehát szó szerint olyan, amikor valamire láthatatlan úton bemegyek, ott van valami, amit nekem el kell fordítani, ez a nyírcsont, és akkor fog valami működni. Most kitalálni nem lehet ilyet, hogy mi szükség van egy temetési lóáldozati szertartásnál, hogy egy kis, kicsit kis csonton valami változtatást eszközöljön, és a mai orvostudomány még nem tudja, hogy hogy csinálták. Ez maga a lehetetlenség egyfelől. Na de nem itt áll meg a tudomány. Ott vannak a lóban. Hát gondolom azt tudjuk, hogy minden egyes ló egy bizonyos évjárathoz tartozik. Hát ezt úgy szokták mondani, általános elképzelés az, hogy nyilván a vén csatalóban már nem kellett senki, nem ült már szegény a temetőbe is magától ment ki, és befeküdt a sírba, és magára húzta a földet, és ezzel el volt intézve a dolog. Most nem ez a helyzet, hanem a legjobb lovak, és a legjobb évjáratú lovak. És pont az a 3-4 év játszik itt főszerepet, amikor már lehet, hogy a lóra föl lehet ülni. Mert az előző években nem lehet a csikóra felülni. Na most ezért nem mindegy, hogy egy kis csikó, mondjuk egy tátos csikó, megtalálja a gazdáját. Ezért lehet a lovat nagyon szeretni. Most képzeljük el azt a vitézt, azt a pásztort, aki látja, hogy a ménesben születik egy csikó, és már látja, hogy ez az én lova. És azzal a csikóval 3 éven keresztül olyan belső a kapcsolat, hogy a kis csikó odajött, aki már látott kis csikót. Hát, ha itt nem támad fel benne a szeretet, akkor ott nagyon nagy gond van. Ez tényleg megérte, hogy szépen ott tudnak poroszkálni, követi az anyját, ahogy tényleg táplálkozik, ez tényleg megható, és így meg lehet a fejét fogni. És elkezd mindig. Igen, de még mindig nem ülhet. Még mindig nem ülhetek rá. És eléri azt a kort, amikor már ráülhetnék, de meghalok. Na most ezt a lovat temetik meg. Soha senki nem ült még rajta. Lehet, hogy én sem ültem rajta.
De ha rajta ültem, az gyakorlatilag egy év. Egy évnél nem több. Tehát nem öreg, nem középkorú alul, hanem gyakorlatilag a csikónak az az ideje, hogy édes lovam, kicsi gazdám, el tudunk indulni. És a tragédia az, hogy amikor mondjuk van egy régészeti ásatás, akkor van egy forgatókönyv. Tehát kimegy a régész, megnézi a sírt, ha vannak ott mondjuk pénzérmék, jöhet a numizmatikus, ha van ott mondjuk valami más, jöhet a más, ott vannak az állatcsontok, jöhet az állattanász, ott van az embercsont, jöhet az embercsontász, és képzeljük el egy régész, még fel sem tárta a sírt, ami ott van már 3-4 szakterületen megy tovább. És az, ami a lovakban tovább megy, soha nem jön vissza a régész asztalára. Most ezt hogy csinálják, én megmondom őszintén fogalmam nincs. Ugyanis, hol jött a nagy meglepetés? Hát állítom, hogy egy ilyen ásatásnál kirendelt lócsontász unatkozva ült a sírnál, és úgy elkezdte a lófogait számolgatni. Valaki így kezdődött, minden történet volt kezdődő, megszámolta a lófogát, majd újra kezdte. Gondolom számoltunk már úgy, hogy az ember állam újra kezdi, de bizonytalan az eredményben. Kiderül, hogy a ló alsó és felső állkapcsában lévő fogak száma nem kevesebb, nem annyi, mint egy átlan lónak, hanem mindig több. Magyarul milyen lók ezek? A táltos lók. Hát a táltos miről lehet felismerni? Több foga, több ujja, tehát valamilyen töblete van. Tehát nem hiányossága van, hanem töblete van. És ha fog, akkor nem már tudni, hogy ez nem csak névszó értelemben jelent foga, hanem ez igei értelemben is jelent valamit. És ez már rávezet arra, hogy névszói és igei értelemben legyen egy szellemi fogékonyságunk. És ez az a fogékonyság, ami többletként jelenik meg, és itt tartunk 5 perc szünetet. 5 percnél nem többet meg a fogyószal. Tehát akkor ténylegesen folytatjuk, de most váltani kell, tehát maradunk még a lovak útján, és azért gondolom érzékeljük azt, hogy itt inkább csak ilyen felvetések, tehát ilyen jelenségcsoportok felvillantásai történnek meg. Tehát most nem az a lényeg, hogy mink egy gondolatot nagyon logikus okfejtéssel hogyan tudunk következetesen kibontani és végigvenni, hanem kicsit úgy tallózgatunk. Mert ez egy kimeríthetetlen, gyakorlatilag itt egy olyan szellemiség jelenik meg, hogy bármelyik irányba elindulunk, amit azontól, hogy hazaérkezünk, de valami hihetetlen távolatok jelennek meg az emberi életben. És megmondom őszintén, szünetben, szünet vége felé már olyan értékes gondolatok jelentek meg, és megfejtési kísérletek történtek, hogy az ember csak úgy elképed, tehát mindig van értelme ilyen kérdéseket feszegetni, mert valaki mindig rátalál egy olyan felismerésre, ami eddig úgy kimaradt. Tehát ezt nevezik közösségi munkának, vagy csapatjátéknak, vagy közös ügynek. Na most Szent István után viszont tényleg a temetkezési rendben belül van valamilyen változás. Az emberi koponyák vonatkozásában, ahogy jeleztem, annyira drámai változás nincs. Hát ez még évszázadokig is szépen úgy megy a maga útján. A lovas temetkezésben viszont van. Ez kétségtelen. És az ember felteszi azt a kérdést, hogy akkor talán itt lehet tetten érni az erőszakos térítésnek, fordításnak, beavatkozásnak a nyomait. De akik ilyen úton szeretnék tovább menni, már jelzem, hogy ki fognak ábrándulni. Tényleg létezik fordulat, de nem erőszakos, hanem valami nagyon szép módon jelenik meg, és meg tovább az élet a maga útján. Ugyanis a Szent Istváni térítés és fordulat maga a megnevezés egy kicsit erőltetettnek tűnik. Aki ismeri a képes krónikát, pontosan tudja,
Mi az új kiadást annak idején, amikor ez megtörtént, akkor újra lehet fordítva a képes kronika, a képekről tanulmányok születtek, a Papp Gábor is írt bevezető tanulmány. És hát nyilván új kiadás előtt újra elő kellett venni azt a képes kronikát, amit az ember azért szívesen forgatott. És hogy nem mindig jönnek azok a rátalálások, vagy felismerések automatikusan, amelyek hihetetlenül egyszerűek, mert ott vannak a szemeink előtt. Mindig van egy olyan szempont, hogy akkor nézzük meg, de akkor tényleg következetesen nézzük meg. Szent Istváni térítés fordulat jelentkezik-e a kronikában? Kiderül, hogy Szent István korára vonatkoztatva nem jelentkezik. Tehát nincs. Most gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy van egy történelmi esemény, mi szentül meg vagyunk győződve, hogy az megtörtént, van királyok számára született krónika, ami királyi család története, Attila király nemzetségének történetét, és a néptörténetet beszéli el, az kétülei ős eredettől, hát Nagy Lajos korában születik, Nagy Lajos király. Most nyilvánvaló módon egy királynak kell tudni, hogy mi volt régen, királynak nem nagyon szoktak hazudni, nem is, nincs is értelme, miért? Mert nem 100 000 példányban jelenik meg, és gőzmozdonyokkal, repülőkkel nem szórják szét, és nem írják elő kötelező olvasmányként. Tehát nincs értelme a hazudozásnak és csúsztatásnak. Ráadásul gondolom érzékeljük, egy király nyilván nem a képes krónikából fogja megtudni, hogy mi volt régen. Igaz, már régen rosszat jelentene. Na, ma ez is nagy dolog lenne, ha mondjuk egy országgyűlési képviselő képes kronikával tényleg megismernék a magyar történelmet. Ha megnézzük ma, tisztelet a kivételnek, mert éppen a mai rendezvény is mutat, hogy vannak nagyon kiváló, nagyon tisztességes országgyűlési képviselők, de mindig így átlagban és egy vezető garnitúrában feszegetve a kérdést, hogy összefésülnék, hogy mennyit tudnak a Kárpát-medence múltjára. Nem fognak ők elhinni. Gyakorlatilag egy óvodai érettségi vizsgán nem mehetnének át. A mai nem buta és a semmi tudás kategóriája között mozog. Az a tudás készlet. Viszont akkor mit képviselnek? Kiket képviselnek akkor? Hát itt azért nem gyárakat, bankokat, kereskedelmi társaságokat kell képviselni, hanem egy népet, egy nemzetet. És ugyanakkor pedig magyarként, Magyarországból is, Kárpát-medence minden népét kell, még magyarként is képviselni. Hát ez egy felelősség. De nem ismeri a múltját, nem hogy a múltját jelenít sem. Egy ilyen ködös fizetett állapotban élnek. Tényleg abban a pillanatban, amikor bekerül, általában ez is egy nagyon érdekes jelenség, mintha egy ilyen virtuális világba töltene el 4 évet. Hangsúlyozom, tisztelet a kivételnek, mert azért vannak. És az a meglepő, amit az ember nem is gondol, hogy mindegyik pártolt, legalább egy. Tehát pártállástól függetlenül osztják az emberséget az földi világra születettekkel. Aztán ez más kérdés, hogy hogyan forgolódik a világban. Minden esetre a képes kronikában se a szövegben nem szerepel az, hogy Szent István megtéríti a magyarokat, és a képes kronika nevében is benne van, hát 12 miniatúrában beszéli a Szent István korszakot. Születésétől a temetésig. 12 miniatúra, 12 kép, ezt Papp Gábor kimutatta, ez egy állató 12-es keretrendszer keretében. Ugyanakkor pedig előtte Attila király életét 7 képben mutatta meg, és itt lehet érzékelni, hogy amit Attila dinamikus úton 7 bolygórendszer keretében képviselt, a Szent István pedig egy 12-es keretrendszerben. Attillát a magyarok első királyának nevezik, Szent Istvánt a magyarok első királyának nevezik. Tehát ők összetartoznak. Csak az egyik a dinamikus szerepkör, ez Attila, hatalmas energiákat mozgósít, a másik pedig a 12-es keretrendszer, a statikus egységet képviselő Szent István, aki megtart, megóv, és egyfajta védelmi lehetőséget támaszt.
Na most azt gondolom, bármelyikünk belátja, hogy hihetetlenül hálás téma, hogy jön mondjuk nyugatról néhány kérítő szerzetes, batyuban ott van a tudás, batyuban ott van a műveltség, mert hozzák be, és itt pedig buksik is varkocsos magyar fejeket hajtanak a keresztény zalán. Most egy ilyen miniatúra nincs, nem még célzás sincs erre. Magyar nem történt meg. Ugyanakkor pedig gondoljuk a szövegre, nincs. Előzményként van, hogy történt valami Szent Istvánnál, majd a képeskönyvek a más történelmi fejezetén 100 év múlva visszautal, hogy történt valami Szent Istvánnal. Ez egy körülbelül olyan, hogyha valaki már utazott repülőgépen, pontosan tudja azt, hogy mit jelent, amikor felszáll, egyszer csak fönt van. Most neki lóni, és egyszer csak azt látjuk, nézzük ki az ablakból, hogy hoppá, már így megyünk fölfele. És ugyanakkor pedig, amikor leszáll, nem becsapódik, hanem érdekes módon jó esetben. Érdekes módon is szépen leteszi a gépet. Most ugyanígy jelenik meg a Szent István korának a tárgyalása, utána beszél róla egy-két utalással, előtte beszél róla, de ott nem az a lényeg. Ez csak Kristó Gyulánál lényeg, meg azoknak, akik állandóan azt próbálják belénk erőltetni, hogy mindig azáltal értünk el eredményt, hogy másoktól valamit állítottunk, kaptunk, de különben meg nem tudtunk eljutni. Nem tudom, hogy érezni egy kicsit úgy rezonál itt a... Nem? Csak én érzékelem? Tehát ez a mikrofon, amit úgyhogy egy kicsit úgy túl lenne a helyben. Jó. Eddig is, előző alkalommal is ott volt. Na minden esetre akkor megpróbáljuk. Itt a harmadik, egy ilyen állandó. Na mindegy, lehet, hogy ez csak azért... Mindig elképzelésem, de ilyenkor ott szoktak egy kicsit állítani. Tehát valami túl van hangosítva. Na, minden esetre, tehát visszatérünk, kiderül, hogy mégis csak van. És egy mondatban hangzik el. Jézus Krisztus igaz hite. Most itt megtöbben az ember. Patini Jós állandóan erről beszél, hogy Jézus Krisztus igaz hite, ez volt a mi hitünk, és akkor Szent István itt mindent szét. Na most itt nagyon észnél kell lenni, mert Jézus Krisztus igaz hite nem azt jelenti, hogy felvették a kereszténységet, hanem mire figyelmeztek. Most tömören röviden összefoglalva a dolgokat. Keresztények. De a kereszténységet Szent Istvántól milyen szinten kezdi elérni a nemzet? Népe Krisztus a Magyarország. Tehát tulajdonképpen Szent Istvánnál kap egy szorítást. Megszorítást a kereszténység, elértétek saját pályájátok legmagasabb csúcsát, népként, nemzetként, ha keresztények vagytok, akkor valamit komolyan kell nekünk venni. Azt, amit Jézus Krisztus az életében megélt 33 év alatt, innentől kezdve egy népnek kell megélni a saját történelmében. Na most ezt a nemzet vállalta. És az, hogy Jézus Krisztus igaz hite, ez azt jelenti, hogy Jézus, tehát ő, Jézus Krisztus igaz hite. Nem azt jelenti, ahogy benne hittek, hanem azt jelenti, ahogy ő hitt az Atyába és saját földi fiúik ültetésében. Na most ezzel viszont nem lehet dicsekelni. Most képzeljük el, jönnek a krónikások mellett verve, és akkor elkezdenek ebből egy nagyon szép dicsimonszokat körülírni. Tehát ezt az ember úgy csendbe viszi tovább. Na most érdekes módon, ami viszont tényleg megjelenik, az a magyar szent korona. Tehát az egész Szent Istváni jelenséget a korona nélkül nem lehet értelmezni. Viszont a szent koronával megkoronázott magyar király nem alatta van a római pápának, nem mellette van jogait tekintve, hanem Magyarországon hol van? Fölötte. Most ha valaki elviszi azt, hogy jönnek római térítők, megtérítenek egy népet, majd jogaikat tekintve éppen a térítők fölé emelik a térítetteket, hát ezt gondolom érzékeljük agyarunk. A magyar apostol királynak, akit a Szent Koronával megkoronáztak, milyen jogai vannak?
püspök kinevezésé, ez az investitúra. Német-római császárnak nincs investitúra joga. Egyházmegye elhatározási joga, templom alapítási jog, prépostság alapítási jog, érsekség alapítási jog, szent ünnep alapítási jog. Hogy lehet ezt fölvenni? Könyörgő. És egyébként is. Hát egy meg nem nevezett pápa a Hartwig legendában elmondja Szent István követeinek, amikor Rómában van, és ez kanonizálta ezt a legendát valamikor. Róma is, tehát elfogadta a hierarchikus viszonyt. Mondjátok meg uratoknak, hogy én csak apostoli vagyok. Ezt ki mondja? Szent Péter földi helytartója. Ő viszont méltán Krisztus apostola, ha Isten annyi népet térített meg általa. Na most ez mit jelent? Nem őt térítették, hanem mint apostol, őt érített. Hát Lengyelországban, ha egy kicsit megkaparjuk a történelmi rétegeket, elmondják lengyel történetírók, középkori legendák, kitérítette őket a keresztény hitre. Szent István, napofény. Ilyen az élet, hát erre szokták azt mondani. Na most nem itt akarok ilyen Szent István tónusokat felvázolni, csak azért lenni szeretném, hogy a magyar király egyházi jogi, politikai, kulturális, vallási szempontból nagy hatalmi státuszban van, sem pápa alá, sem császár alá országa, ő maga és népen nem rendelhető. Nem rendelhető. Most nem lenne egyszerűbb ebből kínálni? Nem lenne egyszerűbb ebből kínálni? Ezek tényleg? Ezek az igazatények. Na de, kiderül, hogy ha megjelenik a Szent Korona, akkor minden magyar ember, minden Kárpát-medencében lakó ember, akármilyen származású, és gondoljuk végig a Szent Korona társországainak, tartozékainak a körét. Hát ők nem a magyar király alá tartoznak és a magyarság alá, hanem a Szent Korona. Ezt melyik nép tudta a világ történelemben hatalmának csúcsán megcsinálni? Mondván, hogy gyerekek, mi együtt szolgáljuk, figyeljetek oda, mert nagyon fontos dologról van szó. Mi a Szent Koronát követjük. A benne megmutatkozó szellemiséget, lelkiséget és fényt követjük. Mi nem alattvalók vagytok, hanem együtt követjük. És együtt ugyanabban a szabadságunkban részesülünk. És mi a Szent Korona tagjai vagyunk. Na itt jön a szertartás rendben a fordulat. Miért? Mert ha valaki meghal, akkor tulajdonképpen hát kiveszi át a lelke fölötti hatalmat. Már nem kell olyan formában a táltosról. Miért? Mert repült az égi táltos. Ki az égi táltos? Hát most nem fog eszembe jutni a művészet folyóiratban aranyalma Bosnyák Sándor, néprajzkutató, Erdélyben gyűjtött, Mondvában gyűjtött, ő írja le a 70-es évek végén. Hát ezt megint csak én kommentálom, de hát valahogy megtörtént az esemény, gyűjtő körültján mondjuk pásztor emberektől hallotta ezt a kifejezést, hogy égi táltos. Nyilván egy normális ember megkérdezi, hogy ki ez az égi táltos. És elmondták, Jézus Krisztus. Így. Égi táltos, Jézus Krisztus. Magyarul a táltos és a keresztény, ez nem két különböző dolog. Miért? Eleve a táltos képesség, rendkívüli képesség. Tehát ez egy vitán felül áll. Ez nem vallás ellen képesség. Lehet, hogy túlzás, amit mondok, de lehet buddhista is a tártos, ha éppen nem tetszik neki. De mi pontosan tudjuk azt, hogy az ősvallás tártos nélkül nem létezik. Hát szoktuk is mondani, hogy tártos hit, tártos vallás apjai a tártosok. Tehát ez egy nagyon jelen való jelenség, de figyelmeztetni kell, hogy úgy tűnik, hogy nem a táltosok szorultak ki mondjuk egy bizonyos korszakban, hanem a dominancia változott meg egy kicsit.
Tehát egy kizárólagos, hogy úgy mondjam, szó szerint hatalmi erő átcsoportosítása történt meg. Nem azt mondom, hogy a mélybe kerültek, nem azt mondom, hogy partvonalon kívül kerültek, hanem befelé indultak el. És belülről végig ott maradtak a nemzet mellett, és ma is kísérik és segítik a nemzetet, hiszen a tátos egyik legfontosabb feladata a nemzettudatnak a fenntartása. Ha látja, hogy beteg a nemzettudat, tátosnak gyógyítani kell, meg kell gyógyítani. Igen, ám, de ha egy nemzettudat beteg, akkor ez mit jelent? Nagyon mélyre kell visszamenni, hogy egy beteg nemzettudatot meg lehessen gyógyítani. Tehát ez csak révülésben lehet ezt az utat megtenni, és nem is biztos, hogy élve vissza lehet jönni. Tehát ezek a révülési utak azért nem kockázat nélküliek. Nem olyan túlságosan könnyű. Na most, tehát a Szent Koronát én most nem akarom tovább itt, hogy úgy mondjam, a jelentőségét, fontosságát érzékeltetni, de kétségtelentően. Nem Szent István egyedül, nem Szent István személye, hanem éppen az ő uralkodásának kezdetén a magyar Szent Korona megjelenése, a kiváltó tényező. És mivel mi a Szent Korona részei, tagjai vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy a Szent Korona testében, mint egy egyetemes, hatalmas testhez, mi élő minőségként tartozunk hozzá, a halhatatlanságunk az örökké valóságban, nem azt mondom, hogy garantált, de bizony nagyon érezhető úton mutatkozik meg. Na most felmerül egy kérdés, hogy itt mentől kezdve mi lesz a lóval? És kiderül, hogy a lóas következés nem szűnt. Honnan tudjuk? Van egy szlovák történetíró, önő, fiatal. Megmondom őszintén, a hivatalos magyar történetírást megszégyenítő módon Zsigmond koráról ilyen vastag könyvet írt. Ilyen vastag könyvet. Azt hiszem, hogy a Király lovagja a címe. Na még ő is leírja a következőket. Ezt csak azért mondom, hogy szó nincs elfogultságról, vagy valamiféle ilyen jelenségről. Most képzeljük el Szlovákiában, én állítom, hogy tud magyarul, tehát azt azért lehet érezni a lelkületén, de eredetileg szlovák nyelven írta a könyvet, és úgy fordították le magyarul. Magyarra. Most ő írja a következőket. Mint tudjuk, a középkori Magyarországon a lovas temetkezésnek egy különös szokása volt. Mint tudjuk. Na most magyar történészek közül ezt egyedül Zolnay László ecsete. A Zolnay László, mint régész történész, általában középkori élettel foglalkozott, az eltűnt Buda, vagy nem is tudom, mi volt az elátkozott, nem is tudom, valami Budáról ilyen vastag könyvet írt, valami elég ilyen szép költői címet, ilyen tragikusan költői címet adott neki. Akkor a magyarországi életről ilyen vastag könyvet, tehát ő aztán tudott. Na most ő külön kitér arra, amire érdekes módon sem a úgynevezett magyaros SCH-val irányzat nem hajlandó felfigyelni, sem a hivatalos történetírás nem hajlandó komolyan venni. És fel kell tenni a kérdést, hogy miért. Mert megint úgy nem egyeztethető össze azzal, hogy Szent István felhívja a külföldi lézengő rittereket, hogy verje már le az ősfogán bunkó magyarokat. Mert ő különben nem érzi jól magát Magyarországon. Eleve egy magyar pardon az oldalán, nem tudom, hogy hallottunk-e azokról az időkről valamit. Tehát így elképzelni, hogy jön Gizi, meg Gizik mindig jönnek, és ha valakit Gizellának hívnak, ne jegyen meg. A Gizella az egy gazella, gyönyörűségű, szép női név. Tehát van benne kecsesség, van benne bájna, de jön Gizi. De hát hozza a bajor, hogy úgy mondjam, de embereket Bajorország önmagában a nagy múlva, kb. 3 magyar vármegyényi területről van, de jönnek, minden erőt átcsoportosítanak, és a hős bajor, német, germán, alemán, teuton, tajcs lovagok legyőzik a teljes magyar hadereget. És el mit lehet mondani? Hát ha hülye vagy, akkor valószínűleg az is van.
És most tényleg díjazom a jövő személyiséget, egyszer lehet érezni, hogy akkora erőteljes beidegződés áldozatai vagyunk, mi elfelejtünk gondolkodni. Hát Magyarország nemesi társadalom, mindenkinek a kar ott van az oldal, és ki szokták néha húzni. És egy harcokban próbált népről szó, akiről lehet tudni, hogy leginkább a szabadságát nem engedi a szentőle. És ha királyné akarja megfosztani, és elszintelenik az a királyné, akár véletlen, akár nem véletlen, de ott nem lesz annak a királynének több lehetősége, ki volt ő, mert állni Gertrudről gondolunk. Meg az aranyból, akit zárdékára gondolunk. Hogyha bármilyen túlkapás van a magyar nemességnek, nem joga, hanem kötelessége fegyverrel az ősi szkítiai eredetű szabadságjogot védelmezni. Hát itt azért tudtak harcolni. És azért, ha valamitől nem féltek, akkor egy lézengő, hogy úgy mondjam, sörhasút. Most ne jegyünk, mert a bajorok nagyon aranyosak, de gondolj, hogy bajorni is lehet. Lehet, hogy ez most nem idejön. Tehát amikor én annak idején egyszer Münchenben jártam, és pont ez a fesztivál volt. És az a büszkeség, ahogy megjelennek felnőtt férfiak fehér térzokni, rövid nadrágban. Az ember úgy eltűnődik, hogy akkor nálunk a népviselet, ami pazar, ami nem kerti törpét idéz, hanem a fejedben. Miért nem mernek ebbe férfiak és asszonyok járni? Emlékszem arra az időre, amikor művelődési házban dolgoztam, és néptánc próbák voltak a művelődési ház színpadán. Hát jöttek be, hát az ember a lányokat nézi inkább ilyen szempontból, jöttek be lányok. És mondta, ez is csúnya, az is csúnya. Fiatal emberként azért nem kellene ennyire válogatósnak lenni, de ezek csúnyák ezek a lányok. És hát mert az egy néptánc próba, főleg munkaidőben, hát azért nekem ez nagyon jól jött, eleve a népzenével, a néptáncokkal meg lehetett ismerkedni, hát ugye, ugye az ember úgy bennük. És látja az ember, hogy jönnek ki a lányok viseletben. És így néz, hát ez gyönyörű, ez is gyönyörű, az is gyönyörű. Na de egytől egyig rondák voltak, amikor most ennyit számít a viselet. Most gondoljuk végig. Tehát egy viselet a szó szerint egy olyan tartást ad, hogy a kicsit csúnyább is megszépül. És azok a női értékek most ebből kapcsolatban, hogy az ember nem vesz igészt, abban a pillanatban előbb. Aztán végre a táncvonal, levették a ruhát, mentek ki. És néztem, melyik volt az, és amire nem találtam a bűtesen. Tehát meg kellene becsülni ezeket a dolgokat. És az, hogy van népviselet, az azt jelenti, hogy nem pusztították el a népkagyomány, mert még mindig van. Tehát hangsúlyozom, hogy beteg a nemzettudatunk. És a tártosnak tényleg az a feladat, hogy gyógyítsa valahol. Na de a beteg állam azt szajkózza, hogy ő az egészséges, a tártos betegedett meg, hát akkor itt hatalmas nagy probléma. Na, ténylegesen visszatérve, leírja ez a bizonyos nőszemély, hogy a magyaroknál ez annyira ismerkezett, hogy ez a világtörténelmi művekben is benne van. Na most miért említem ezt? A külföld tud róla, jellegzetességnek tartja, nem tudja kereszténységen belül elhelyezni, itt meg magyarként csak azt tud róla, aki még véletlenül olvasott egy-két könyvet, mert véletlenül egy mondatban megemlékeztek. Tehát megy tovább a hovas temetkezés, na dehogy. Úgy, és most egy példát mondok, harmadik Béla királyi korában meghal egy Betlehem nevezetű diák, ez egy fiatalember Párizsban. Már a neve is árulkodó, hogy Betlehem. És itt történik egy levélváltás, harmadik Béla korában, és a párizsi oklevéltárban meghal. És ezt valamilyen úton, módon aztán közzétették, és így a magyar történelmi irodalomba legalábbis egy ilyen forrásgyűjteményben bekerül. A történet lényege a következő, meghal a gyerek, Magyarországon a család, az édesapa és az édesanyja értesül a fiú haláláról. És egy hófehér felnyelgelt, felkantározott lóval
kiküldenek oda, ahol a gyerek meghalt. Használati utasítással. Ezt a lovat be kell adni annak a püspökségnek a főtemplomában, amely püspökség alá tartozik az a hely, ahol meghalt a gyerek. Na de, erre a lovon halandó ember nem ülhet fel. Ezen a lovon nem lehet lovagolni, ezt a lovat nem lehet munkára fogni, ez a ló csak úgy van. Van hozzá kamatár, van hozzá nyereg, néhány nagy ünnepen, egy éven belül fel kell nyergelni, fel kell kamatározni. És kiderül, hogy gyakorlatilag ez az úgynevezett halott temetés, mert ez temetés és halotti szertartás, csak nem hal meg a ló. Ez gyakorlatilag végig megy a magyar középpal. Most gondoljuk végig, meghal valaki mondjuk bárhol az ország területén, abban a pillanatban azt a lovat, amit azelőtt feláldoztak, ugyanakkor pedig érdekes módon nem kezelték a dolgokat, nem eltemetik, hanem ugyanaz a ló. Felnyergelve, felkantározva, szent helyre kerül, még a szentnek nevezett Kárpát-medencén belül is egy kicsit sűrűbb szent helyre, nem ülhet rá senki, de mégis valaki az a ló. És ha van nyereg és van kantár, mivel számolnak? Valaki időnként visszajön, és felkeresi ezt a lót. És ezzel a lóval utaznak. Most gondoljuk végig, ez nem szokás, mert ez azt jelenti, hogy a tapasztalatokat összegyűjtötték, itt van egy lovasszertartásban egy fordulat, és ugyanúgy révülésre van szükség. Miért? Mert a ló itt él, a gazdája pedig ott van. Márpedig a gazdája az ő élő lován keresztül hívható, innentől kezdve vissza hozzá. Ha akarunk vele beszélni, vagy társadalmi. Hát gondolom, tudjuk, hogyha még ma is, ha valahol valaki meghal, és még egy kicsit olyan arhaikusabbak a halott a szokások, akkor mi az első, amit letakarnak? Tükör. A tükör. Pontosan a tükör. Na most általában sírókban, szkíta sírókban, de minden ókori sírleletekben. Van, amikor a réz vagy bronz tükör hova van helyezve, egy szép fogantyúja van, és a fogantyújánál itt egy ilyen összegömbölyödött, ilyen meditációs testtartásban megörökötett szalmos. Na most, ha én bele akarok beszélni, ott van a tükör. Tehát, hogy lehet visszahívni a távozó lelkét? Eleve azért takar, hangsúlyt, nem tudom, hogy így van, vagy nincs így. De letakarják a tükröt, miért? Eleve a tükör egy túli világot idéz. Nem tud elmenni a lélek, így magyarázzák. Így magyarázzák. Tehát le kell takarni. Ugyanakkor pedig ugyanezzel a tükörrel, hát hány halott látó használ tükör? A legtöbb halott látó gyakorlatilag tükröt használ. És ott van a sírókba a tükör. Beszélni akarsz velem, hívjál. És hangsúlyozom, ha egy kortárs társadalom eltéved, és bizonytalanná válik, hát hogy sírjaink domborulnak, unokáink lebegulnak. Tehát, hogyha én tényleg, úgy mondjam, bajban vagyok, akkor emberi szinten nyilván Isten kérve az őseimet fogom megszólni. Hogy segítsenek. És bárki, aki már megérte azt, hogy családtam, hogy halt meg, gondoljuk végül, hogy ismerőse vagy barátja, már a sport életet is áthatja, az, hogy itt van velünk, azért győztem, mert itt voltunk. Most képzeljük el, én kigyúrt, tényleg atletikus, fiatal emberek, akik 5-ről 6-ról nem gondolkoztak, naponta hogy nyilatkoztak. Azért győztem, mert ott volt vele, érezni lehet. Érezni. Hát, ha van közös ügy, akkor nincs elválasztó határ. Ha nincs közös ügy, akkor gyakorlatilag ott vannak a külfalak, ott vannak a határok, és ott van a visszaindíthatatlanság. Most a következő tétel, amelyet ide készítettem ezt a könyvet, egy érdekes jelenségre figyelmeztet, most még a táltosság kérdéskörét ecsetelegítjük, és a táltosság kérdéskörét,
hogy szépen megy tovább évszázadokon keresztül az ábrázolások útján. Annak idején elindult egy mozgalom, ezt hát a nevekkel az ember mindig hirtelen akarom kimondani, ő is már meghalt. Tehát szégyen nem ugrik be az embernek az ő neve, hát majd csak beugrik. Egy nagyon egyszerű embernek tűnt, az is volt egész életében, és azt mondta, és tényleg így történt, mert amit ő elindított, az azóta működőképes. Hogy ő nem tudom, azt mondta, hogy álmában vagy valami felülről megkapott volna. Már ez a megfogalom felülről megkapott, hogy tényleg felülről érkezni dolgok, csak ezt is már így lejárnak. Ez a 90-es éve Viktornak hívták őt. Már minden ilyen dolgot megfogott. Túl van használva, elkapottottá válik, eredeti jelentéséből kifordítják, és már mindent úgy magyaráznak, hogy a felülről megkapták. Na most ő azt kapta meg úgymond felülről, hogy gyűjtsön össze egy csapatot, és a Kárpát-medencei templomokat keressék fel. Kezdjék el felkutatni ezeket a templomokat. Na ehhez csatlakozott aztán rá fél évre már Gondos Béla, akik egy teljesen más úton elkezdték a Kárpát-medencei templomoknak a feltérképezését, és aztán elindult egy lavina, ha már gyakorlatilag autóbuszos kirándulások, történelmi tájakra, történelmi helyszínekre és Árpád-kori templomok megtekintésére. És emlékszem arra az időszakra, amikor minden új volt, akár felvidéken jártunk, akár Erdélyben jártunk, egyszer csak vagy akár belső területeken, templomi freskókon egy-két érdekes dolgot lehetett látni. Például egy apostolt megörökítenek, van lábúja, hát gondolom tudjuk, apostolokat általában cipelő és egyéb nélkül szokták megörökíteni, innen a töredékes a freskó, akkor is fel lehet ismerni. Aztán van a kézfejünk vannak ujjai, tehát ez vitán felület, és azt is lehet tudni, hogy van egy előrajz, utána van egy festés, utána van egy kifestés, tehát egy biztos a festő is, amikor fogja az ecsetet, tudja, hogy ő tudja. És nyilván a ember alakot fest, lehet tudni, egy átlagos ember csak a tudja. És egyszer csak mit lehetett érzékelni? Vannak olyan apostolok vagy szentek, akiket vagy hat lábúja, vagy hat ujjal ábrázolnak. És ha valaki járt mondjuk Mária Musztrán, pedig ez nem régi festmény, ott az oltár képen megjelenik a híres Mária Musztrai kegykép. Szűz Máriát ábrázolja, karján Jézussal. Mind a kettőjük fejünk karján. Na most Jézus egy ilyen kisgyermek Jézus, a gyermek Jézuson egy ilyen palást van. Igen, nem, de ha jól emlékszem, akkor nem mondom, hogy melyik lábát, vagy a bal, vagy a jobb, én inkább a bal lábára emlékszem. A jobb lábát nem lehet látni, úgymond eltakarja ez a palás. A bal lábát viszont itt szemben megjelenik, kidugja. Így, így. És hát többször jártunk Márán, aztán és egyszer csak valaki egy kislány egyébként megkérdezi, hogy hát tetszettek-e számolni a lábam? Még számoltuk volna, mert hat lábúja van. És tényleg hat lábúja van. És emlékezzünk az Évi Tártos Bosnyák Sándor együttésére. Na most nyilván ezt egy püspök, aki már nagyon bigott, főleg a maiak, nem is veszi észre, nem is tulajdonít neki jelentőséget, vagy belül ösztönösen tiltakozik. De van a keresztény hitnek egy olyan korszaka, ahol Jézustól apostolokon át szentekig feltüntetnek egy rendkívüli töbletet. Aztán jön a következő tétel. Általában lovas szenteket is szoktak ábrázolni, ez egy kicsit egyszerűbb eset, mert aztán ez úgy elharapozott, hogy már-már gyakorlatilag a reneszánsz idején egy kicsit gicsessé vált. Kutyusok szaladgálnak emberszemmel, lovak nyihognak emberszemmel. Tehát lehet érzékelni, hogy van egy hagyomány, mert azért, ha valaki tud ugró kutyust festeni, akkor tud kutyaszemet is festeni. Ez megint a művészet történeten belül, meg az egyház történeten belül, ezeket úgy leszokták írni. Igen, de van egy archaikusabb réteg.
Például egy ilyen. Most nézzük meg ezt. Szerencsére ott van ez a nagy könyv, és nem diavetítéses előadásról van szó, ugyanis megjelennek azok a lovak, tényleg nem túl kapatott történelmi időszakban, hogy kámerképpé válik, vagy nem is tudja, hogy miért csinálja úgy, de Kárpát-medencén magyar területen ezeket a lovakat, mondjuk Szent László lovának a szeme. Menjünk fel a Tátra tövébe Kakasónyicra, ott van a Kakasónyici templom a sekrestyéjében, az egyik leghíresebb freskó ciklus még a Szent László történeten belül, és meg annyira jó. Tehát annyira magas színvonalú a festmény, a másik pedig a Székely Dersi. Ezek világviszonylatban a legmagasabb csúcsot képviselik, mint festőművészeti szint. Na most mit lehet ott látni a Kakasónyicán? Jön a Szent László fehér koltosról, és az, hogy Szent Lászlónak ember szeme van, ember. Igen, ám, de a lovát, hát nyilván úgy ábrázolják a lovát, hogy vágható lovát, tehát oldalról. De az a festőművész, aki kiválóan tud festeni és előrajzolni, a ló szemét nem oldalról mutatja, hanem egy szembenézeti ember szemet fest magának a lónak. Egy ilyen nagyon szép ember szemet. Tehát tényleg ilyen szuggesztív, egyből szemre vételez bennünket, hogy na, jössz velünk? Hát itt most vágtam, ráadásul repülő vágta. Igen ám, de a kunvitéznek nem fekete lova, hanem vörös. Szent László lovának sörénye is hihetetlen, olyan, mintha most jött volna a fodrásztól, tehát rendezett, nagyon szépen gondozott, a szeme tiszta tekintetű szem, na de jön a vörös ló. Csapzott a sörénye, hát nem tudom, hogy láttunk-e olyan éjszakában megcsapzott barátunkat, aki mondjuk így lehet látni, nem is kell mondania semmit, de tudjuk, hogy hol volt egész éjszaka. Tehát amikor már így lehet látni a haján, most kérdezik, egy ló sörénye ilyen. Valamilyen tulajdonság benne túl van hajtva. Ugyanúgy ember szeme van, igen ám, de ez nem olyan, mint a fehér ló esetében, hanem egy ilyen nagyon fáradt, túlhajtott és szomorú. Na most László Gyula írja le a következőket. A legenda magra Jézus születése előtti szkítakorba vezethető vissza. Sebezhetetlen hősök harcolnak. Miért? Hát gondoljuk végig, hogy a kun lövi visszafelé a nyilakat, Szent Lászlót nem találja, hogy van olyan Székely Dersen, hogy a kunnak a nyilvesszője, itt van Szent László személyében. Na most, ha egy nyíl és egy szemnyílás nem tud találkozni a nyílt látásnak az útján, akkor nem tudunk ilyen képet olvasni. Mi? Olyat nem szól a krónika, hogy kilőtték Szent László szemét. Mert ha én ezt így viszem tovább, akkor ez mit jelent? Ez a nyilvessző így bemegy és ott ki. Márpedig itt van. Tehát szembe kell Szent Lászlónak nézni egy kilőtt nyilvesszővel, egy üzenettel gyakorlatilag. Az ő dárdája viszont nem egy freskó, úgy járja át a kunk, hogy itt bemegy, itt pedig kijön, és a kunknak semmi baj, még a barátnője fejét is néha, hát ez csak én mondom, így megcirógatja, akit éppen elrabolt. És még nem lehet tudni, hogy a lány az ki mellé áll, Szent László mellé, vagy marad a vitéznek az oldalán. Most, ha itt eltalál bennünket valami, akkor szoktuk is mondani, telibe talált, lelkemet telibe találta. És László Gyula elmondja azt, hogy sebezhetetlen hősük, táltos hősük van, és ők is nyilván rendkívüli képességűek. Tehát a hivatalos történetírás, mert László Gyulát ugyan nem szeretik, de mégis kénytelenek elfogadni. Miről beszélnek? Keresztény freskók egyfolytában tártos tulajdonságokat hívnak életre, hol a lóban, hol az emberben jelenítik meg. Na most, Szent Márton, Szent György, Szent László, Szent Demeter, fehér lovon járó szentek, és időnként a lovaiknak ember szemét van. Na most, ez milyen arc? Ez a Székely Dályai templom freskó részlete.
Erdélyben van. Most nézzük meg. Ez nem emberfej. Ez egy lónak. Ez szentgyörgyű lóva. Na de hát én ezt nem tudom, most őszintén nézzük meg. Egy gyönyörű emberi tekintet. És tulajdonképpen a ló pofája van, nézzük meg. Megy tovább az emberi benne. Hát most nem szájba kell rágni dolgokat. Hogy mondjuk kiirtotta, mit írtott ki? Hát, hogyha a táltos tulajdonságok letéteményesen népmeségünkben a táltos ő, itt pedig emberi szemmel és szinte emberi arccal jelennek meg, akkor ezek tényleg táltosok. És nem arról van szó, hogy megkeresztelte a kereszténység, mert ez tényleg akár lehet így is, hanem az, hogy az ősvallás folyamatosan megy tovább, csak nem úgy, ahogy az István király rockopera élményei alapján mondjuk várnak, vagy az irodalmi élményeink alapján, hanem magától értetődő természetességgel. És ha van király, akit viszont így neveznek, hogy tátus király, akkor az kicsoda. Tehát ha nem nevezi meg külön, hogy ki a tátus király, és csak ezt szerepel, hogy tátus király, akkor az maga Szent László. Egész Kárpát-medencén belül. Most keresztény volt Szent László? Hát annyira, hogy szentély is lett alatt. Igaz, hogy harmadik Béla szorgalmazta, meg pedig a római pápa. Nem lehet visszabeszélni. Tehát ami az ősi múltunkból nézve tátos, az Jézus születése óta keresztény. Csak az Jézus születése óta és Jézusból fakadó kereszténység. És itt találkoznak tulajdonképpen azok a dolgok, és ez nem emegerőszakolása az ügynek, csak mindenféleképpen azt szerettem volna érzékeltetni hihetetlenül röviden, és tényleg kicsit olyan tallózgatva a dolgok között, hogy itt egy eleve nyugtető hagyomány van. Én azt mondom, hogy ősvallás. Ez nem csak azt jelenti, hogy ősvallás, hanem az ős nem csak az ősét jelenti, hanem az őst is jelenti. Tehát mi a nyelvet állandóan, ahol legalább kétfélét jelent egy szó vagy egy fogalom. Ahogy tanítják, egyféleképpen úgy használjuk. Na de engedelmet kérek, a vár vagy a szív, vagy az ég. Nem fog engedélyt kéne most melyik jelent, mind a kettőt jelenti. Ha nem tisztázom, hogy milyen összefüggésben az ég jelenti az eget névszó értelemben, és jelenti a működését igen értelemben. Na, ne ijedjünk meg, mert már látom, hogy egy kicsit illetünk, és veszítünk a helyzeti lendületből. Na, így jutunk el oda, és akkor szerintem itt fogjuk befejezni, mert ez egy olyan hálás és jó téma, itt sokan el szokták így fordulatként mondani, hogy abba, hogy mi lehet befejezni. Tehát itt most nem lesz valami csattanó a végén, mert elmegy velünk az idő. Tehát megtörtént úgymond a történelmi megalapozás, nem olyan észveszejtően okokozati összefüggéseket tárgyalom módon, hanem hogy egyszerűen elinnen néztünk meg valamit, onnan tekintettünk meg valamit, és ami nagyon fontos, hogy tisztázódjon, hogy a tátos az nem tanul, hanem eleve születik. Na most mit tudunk ezzel a tátosi születéssel kezdeni? Egyszerű egyébként a dolog. Hát amíg vannak őseink, amíg vannak vállalásaink, egy biztos ez a tulajdonság körben kívüli, tehát egy emberben egy nép tulajdonsága nem mindig jelentkezik, de néha vannak olyan csodák, hogy egy emberben egy nép legjobb tulajdonságai összpontosulnak. Na most ez a rendkívüli tulajdonságok szintjén akár el is könyvelhetjük, hogy maga a tátos. Na most milyen úton jár a tátos, ha tulajdonképpen ő nem iskolában szerzi a tudományát, hanem magával hozza. Mert egész biztos, hogy egy úton jár. El szokták mondani, leírja Diószegi Vilmos, leírja Sárvét világának feldolgozója Szűk Sándor, akkor a csaló közé részeknél Timafi László, tehát annyi adat áll rendelkezésünkre, hogy akár találkoztunk adatgyűjtővel, akár nem, végülis azért lehet ezeket a dolgokat tudni.
hogy az Isten az anyja méhében úgy formálja, az Isten úgy adja őt. Az Istentől jön. Tehát az Isten és ez a lélek, ez valahogy, mintha így adná az Isten, és így szépen így adja. És amikor egy Balázsi Erzsébet debreceni tártos, hogy 1700-as években egy tártos fel, hogy úgy mondjam, révén megkérdezik tőle, hogy mi a tisztük, mi a feladatok a tártosoknak. Egyáltalán honnan van a tártos képesség. Ő mondja, aki nem férfi, hanem nő, tehát tártos asszonyról van szó, hogy az Isten, ahogy mondtam, az anyja mélyében úgy formálja őt, már mint a tártos ember édesanyja mélyében. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy születik így le, hanem maga a teremtő még tovább alakít valamit. Azt nem lehet máshogy megfogalmazni. Még az édesanyja méhében is, hogy úgy mondjam, valami gondoskodás történik. Aztán, mi a feladatok, mi a tisztségek? Az égben harcolnak a birodalomért. Na most itt a birodalom, ez félreérthető lehet, más változatokban az országért, és nagyon érdekes dolog, és ezért ezt sem nagyon tanítják, mert nem éljük. Amikor a tártos mondjuk egy másik erővel küzd, akkor megnevezik mindig, hát az ne felejtsük, hogy egy népküzdelmeiről van szó tártos szintén. Hogy kivel kell megküzdeni. És akkor kiderül, hogy mondjuk ez lehet német is. Aztán lehet muszka is. Lehet orosz is. Aztán lehet, és akkor az ember úgy elkezdett tűnődni. Miért kezd el tűnődni? Mert vannak gyermekmondók. Gólya, gólya, gilice. Mitől véres halál? Török gyerek megvágta. Magyar gyerek gyógyítja. Sippa, doppa, nádiegedűvel. Na most a török gyerek az általános, de megint jönnek a helyzetek. Német gyerek megvágta, muszka gyerek megvágta. Hát azért Kárpát-Merencén azért ezek a népek tettek érvágásokat. Akármennyire próbáltak szimpatizásokat találni maguknak, nem árt tudni, hogy ma mi, holnap ők. Ezt azért tudni kell mindenkinek. Vannak olyanok, akiknek a Kárpát-Merence kell. De mivel túl erősek a benne lévő népek, össze kell egymás ellen újrasztani őket. És a szerencsétlen nem veszi észre, hogy neki nem áll a zászló, csak most az egyiket, oszd meg és uralkodj el alapján, ütteti ki a másikkal. De őt is úgy fogja kiütni, ahogy egyébként megérdemli, mert ott vannak az aranybányák. Hát nehogy már azt higgyük, hogy valakinek nagyúri gesztusa, amikor minden aranybányát a földön egy kézbe hapsolnak össze, majd fogják hagyni. És nem érti meg. Nem érti meg, hogy a Kárpát-medencében tetszik, nem tetszik, közös az ő. Ez mit jelent? Most ne érjünk meg a megfogalmazást. Szlovákiában azt mondja, nem is Magyarország, hanem szlovák. Magyarországon azt mondjuk, nem is szlovák, azt mondja magyar. Magyarul ez mit jelent? Mi egyek vagyunk. Egyek vagyunk. Csak ezt mind a kétféle képesek valahogy kijátszani. Gondolom, értjük, hogy miről van szó. Hát ez napi politikai gyakorlat. Tulajdonképpen a felvidéki magyarok maradjanak csöndben, ők nem is magyarok, szlovákok. Aztán épp mi mit mondunk, hát tulajdonképpen ti meg ott nem is vagytok szlovákok, hanem magyarok vagytok. Most gondoljuk végig, ez a diabolikus megosztás, ha el tudnánk ettől tekinteni, milyen világtörténelmi csodát tudnak. Nem azon vitatkoznánk, hogy ki kicsoda, hanem észrevennénk, hogy egymásról ugyanazt gondoljuk. Magyarul ez mit jelent? Csak más előjellel, hogy összetartozunk. Összetartozunk. Hát tetszik, nem tetszik, egy Kárpát-medence az édes hazánk. Hát méltónak kellene ehhez lenni. Minden esetre előbb-utóbb megjönnek ám ezek a fordulatok. Azért tartósan így kijátszani egymás ellen olyan népeket, akik egymás mellett éltek, és érdekes módon évszázadokig nincs semmi probléma, hát ez nyilván sokáig nem feszíthető. Mindegy, ahogy József Attila mondja, csacsora felszíne hallgat a mélyét.
Tehát a népben igenis az ősegység most még hallgat, és együtt lesz az ébredésünk. Mert külön-külön utakat népek már egymás rovására hangsúlyt, teljesen mindegy, hogy melyik irányba nem lehet járni. Tehát ki kell nyújtani a jobb kezet, és ha nem akarja nyújtani, oda kell nyújtani, mind a két kézzel megfogni. És állítom, hogy ő lesz a legboldogabb. Mert ő szerette volna, csak eddig nem merte mondjuk megtenni. Na most egy biztos, ezekben a gyermekmondókákban megjelennek azok, nem ellenségképpen, gondoljuk végig, megvágta. És érdekes módon egyetlen egy olyan népnél nem fordul elő, amilyen nekünk most itt pirókodni kéne, és azt mondja, hogy ez tényleg ős tapasztalatom alapul. És azt mondja, hogy muszka gyerek megvágta. Diószegő Vilmos idejében, hát ezt a Sámánit emlékei a Magyar Őspalásban című könyvében, ezt a 50-es évek végén, 60-as évek elején volt. Na most lábjegyzet, muszka, nem fogjuk elhinni, mi van odaírva a lábjegyzetbe. Török. Na most itt a szerkesztő, vagy a lektor, vagy hogy nevezzük ezeket, a cenzor. Ez vagy nagyon engedékeny lehetett, vagy nagyon buta. Vagy nagyon buta. Tehát a muszka mindig azt jelentett, amit a muszka jelentett. Igen, ám, de még van egy népnév. És még van egy népnév. És ez nagyon kínos. Nagyon kínos. És itt jutunk el ahhoz a képzetkörhöz, de ez már tényleg viharos. Úgy lesz, hogy a táltosnak a szerepkoréhez, tevékenységéhez segédeszközök tartoznak-e. Most a legtöbben úgy gondolják, hogy a dob hozzátartozik a táltossághoz. De most úgy tűnik, hogy nem tartozik hozzá. Holott dobbal lehet gyógyítani, holott dobbal lehet serkenteni, meg lehet adni egy alapvető ritmust, tehát rá lehet vezetni a világegyetem alapvető ritmusaira, le lehet vezetni róla. Tehát a dob nem, hogy úgy mondjam, táltos specifikum, hanem megint csak az egész emberiség is van. Na most, ami viszont itt ténylegesen hozzátartozik a dobhoz, és ezt Sárvéppen is leírta, hogy tulajdonképpen nem a dobot használták táltosok gyógyításhoz, hanem, és ez nem is révő gyógyításhoz, hanem a szitát. És emlékezünk, szita-szita, péntek, szerelem, csütörtök, és megint dobszerda. Na most, ha megkérdezem, hogy a dob milyen erősket mozgósít, pillanatok alatt betárolható és azonosítható. Mert 7 nap és 7 bolygó a magyar hagyományban is egymást erősítve magyarázva jelennek meg. De az indoeurópai 7 nap, 7 bolygó rendszer nem megfelelője a magyar 7 nap 7 bolygó rendszernek. Tehát nálunk emlékezzünk vissza, a vasárnap az a vásárnak a napja. Magyarul ez nem lehet a nap napja. Benne van a nevében. Vasárnap, vásár. Tehát ez azt jelenti, hogy itt kapcsolatok történnek. És gondolom, tudjuk, ha valaki véletlenül arra gondol, hogy már ez belemagyarázás vagy egyebek, valamire szeretnék figyelmeztetni, óvodásoknak írt lexikonban szerepel, hogy a napok miről kapták a nevüket? Bolygókban, már az ókorban. És ha valaki nagyon művelt, akkor tudja, hogy a Saturday, az nem a nagymamám napja, hanem Saturday. Zantán, soroljon a kétákat. Tehát 7 nap, 7 bolygó. Ez egy dinamikus működésnek. Ezt nagyon észbe kell tartani, mert egy ünnepnapnak a megtalálása, vagy egy napnak a megtöltése tulajdonságokkal, itt válik izgalmassá. Na, nálunk ez hogy jön? Jön a vasárnappal a Merkurral, tehát vásár, összevisz, nem összevisz, hanem egyfajta kapcsolatteremtés, kicserélése dolgoknak, értékeknek. Utána jön a hétfő. Hogy a jutításban milyen szerepet játszott az elmúlt 50 év, mi még általános iskolában úgy tanultuk, hogy a hét első napja a hétfő. Emlékezzünk vissza. És amúgy is hétfő, hát ez nyilván azért, és ezzel magyarázták, ez a hétfője, hát ez a hétfő.
A hét első napja a vasárnap. Mindenhol az első napja. A hétfő az csak a második nap. Viszont ez mit jelent? Azt, hogy meg kell találni ezen belül az igazi jelentést. És nem a hétnek volt a fője, hanem a hadnak volt a fője. Vagyis ez mit jelent? Mars. Tehát ez volt a Marsnak a napja, a hadnak a napja. Na most eljutunk a kedhez, az indoeurópai szemita szisztémában, a ked lesz a Marsnak a napja. Na most nálunk, figyeljünk oda, mert lényeges. A kedben a kedvés benne van. Ugyanakkor én azt mondom, hogy ked, ez soha nem férfi, hanem ked asszony. Ki ez a ked asszony? Hát a boldog asszony egyik neve a napok világán belül. Hát mit mond a hagyomány? Szent Anna kedden szülte Szűz Máriát. Szűz Mária kedden szülte Szent Férfi. Tehát ked az tipikusan női tulajdonságkört mozgósít. És emlékezzünk a fémekre, a Marsnak a vasaféme. Ha én valami lehetetlent akarok mondani, akkor mit mondok? Tudod mikor? Majd vaskedde. Na most ez maga a képtelenség, hogy Marsot én keddi napra teszek. Ez a holdnak a napja. Ez a hold, ez a kedd asszonynak a napja. Na így jövünk viszont el a szerdához. Szerda, hát ebbe azért a szeretetnek az erejét is el lehet ismerni. Azt, hogy egy hétbolygó rendszeren belül ez van a központban, ez van zárt helyen, mindenőt veszi körbe. Mert most így is lehet nézni a dolgokat, tehát így a vasárnap az indító, ez a negyedik nap, vagyis ez mit jelent? Ez van középen, ébredjünk fel, dobszerda, ez a napnak a napja. Tehát mivel kell, milyen ritmusba kell dolgítani? A napnak a ritmusával. A nap én bennem hol lakik. Itt lakik a szívemben. Ezt gondolom hallottunk már erről az analógiáról. Tehát a szív és a nap összetartoznak. Ez dobog, és akár energiák dübörnek és dobognak. És amikor napkitörések vannak, ezt minden ember tudja, mi az, ami ugrásszerűen megül. Napkitörések, ugye? A szívinfarktus. De nincs összefüggés. Ember és világ között, mikrokozmosz és makrokozmosz, nincs összefüggés. Ehhez képest leírják, minden kórházban kiadják, napkitörések vannak, lehet tudni, hogy ugrásszerűen a szívinfarktusok mennek. Mert ez, hát energia, piros életenergia, és fáradhatatlanul egy életen keresztül áramoltatja az energiát. Úgy, hogy a naprendszerben maga van. Csütörtök, hát nálunk nagyon egyszerű. Népdalok elmondják, csütörtök virradóra, kicsit úgy bóbiskolva feltekintek, és 9 zsandár áll fölötte. 9 zsand megfogják, letartóztatják. Lehet ez Jupiter napja? Hát nyilván nem. És ismerjük azt a mondatot, ha valami megakad. Csütörtököt mond. Tehát kész, meg van fogva, nem tud tovább menni. Péntek, na itt találkozik a két nap és bolygó számontartási rendszer, mert ez maga a Vénusz. Tehát mind a kettőben. És szombatnál nem Szaturnusz, hanem itt minden szabad, de a teremtőnek a szintje. Ez maga a Jupiter. Tehát elérkeztünk tulajdonképpen ezen az úton, és mindezt hangsúlyozom, már távolinak tűnik a dolog, de nagyon lényeges. Mert a dob jelensége ma hihetetlenül divatos, és Diószegénél most éppen a sámán dob, és a sámán dobja révén jött arra a következtetés, hogy a tátosnak is kellett, hogy dobja legyen, és akkor jöttek a magyarázatok. Igen, nem, csak valamit nem vett figyelembe, és a László Gyula figyelmeztette erre. A sámánnak a dobra azért van szüksége, mert itt egy alapvető ritmuson keresztül egy révült állapotot próbál előidézni. Na most, annyira egyszerű a képlet, hogy el nem hisszük. Ha valaki gyerekkorában rockkoncertre jár, extázis 6-tól 10-ig. Na most az összes zeneszerszám közül, melyik az, ami első pillanatban gyakorlatilag
tudatállapot módosulást idéz elő a hallgatóságban. A dobnak valamilyen szintű és ritmusú használata, na ezzel jöttek vissza. Hát amikor csatákba mentek, hát nem mi hárfákat zengettek, hanem onnan lehetett tudni, hogy jön Szulejmán szultán serege, hogy a harci dobok, és mentek a harci dobok. Nálunk is voltak harci dobok, most képzeljük el, eleve bennül egy olyan hangoltságot és ritmus terem, hogy nem apadnak az energiáim, hanem elkezdenek ritmusosan és egyre erősebben földobbanni, és itt jött a magyar, hogy úgy mondjam, zeneszerszámok közül a legszebb, a tárogató. Nálunk tárogató is volt, és a Habsburgok gondolom tudjuk, mit tiltottak be. Nem a kis dolog. Hát gondoljunk a falubíra, megy a kis dobos, és ülteti, és dobol, és dobol. Nem ezt tiltották be, nem a dobtól féltek, hanem a tárogatótól. A nevébe is benne van. Tárogató. Nem zárogató, hanem valami olyan lelki erőt nyit meg, amitől nagyon tudtak félni. És ezt a hangszert szó szerint ennek a lelki erő tárogatója, mint amikor a tényleg hajnalmasabb és világosság támad, és éppen hatalmas fényszaki magába a világba. Na most vége felé járva az eseménynek, kiderül, hogy a sámánok tényleg használtak dobot. Tényleg gyógyításhoz és utazáshoz használtak dobot, és a dobnak a felszínére pedig, hát mindig annak a világnak az ábráját rajzolták vagy festették, amely világ az egész világot megidézte, de ott volt annak a beteg embernek a lelke, akit a világnak, és itt leginkább az alsó világra kell gyanakodni, mondjuk valamilyen erők, hát azért vagyunk betegek, mert elviszik az erőnket, a lelkünket. Na most hova viszik? Leviszik a mélybe. Na most az emberi testen belül ez a mélység, most gondoljuk végig megint csak. Hát József Attila az Ódában leír valamit. Csillagképek rezegnek benned. Itt van az egész világegyetem. Mit tudok én arról, hogy sűrűbb millió élő állat? Most jó értelme. Mit tudunk a befelé való, hogy úgy mondjam, végtelenség? Milyen világ van itt? Igen ám, de amikor beteggé válik az ember, és testi tünete van, most a fizikai szervezetünk ötünk, ez az alsó világnak a territórium. El van előlünk rejtve, végtelen tartományok vannak, és egy biztos itt tud a betegség lecsapni, vagy a lelki okok következtében kinyitni. Tehát egy sámánnak hova kell leszállni a gyógyítás érdekében? Le kell szállni az alsó világba. Ez elképesztően nehéz, mert lefelé vezet az útja. A Csontvári festményeinek, vízeséseinek festményei révén Papp Gábor el szokta mondani, hogy a sámán vízeséseken megy keresztül. Mert ez azt jelenti, hogy van itt egy világszint, van itt egy világszint, de a kettő között nincs, hogy úgy mondjam, lépcsőzetes, vagy egymást átkötő körülmény kapcsol, hanem energiaesés van. És ezeken kell leszállni. Most ez eléggé félelmetes dolog lehet, és ha nincs, ott a dob. Tehát ez még biztosít. Ez maga az a pálya, ami a sámán lelkén van. És ezt nem is ő szokta verni ütemesen, hanem van egy segédje. És a segéd az, aki általában megadja a ritmust, a sámán révülés állapotába kerül, elkezdődik az utazás, és bármennyire értetlen Diószegi is leírja, és a sámanizmus kutató is elmondja, hogy végződhet nagyon rosszul a dolog, miért? Mert ha csak egy ütemet téved a segéd, ez mit jelent? Ez mit jelent? Egy olyan kihagyás, hogy nem tud a sámán lelke visszatalálni. És révülés közben hal meg. Na most ezt azért mondottam el, hogy érzékeljük, hogy szó nincs a dob vonatkozásában olyan, úgy, hogy most ezt alábecsüljük, vagy nem szeretjük, vagy kitudjuk. De tudomásul kell venni. A sámán semmilyen típusú
vagyis Csámánban tartott semmilyen típusú révüléséhez nem használt segédeszközt. Most ez nagyon kemény dolog. Miért? Mert a tártosnak a teremtővel való kapcsolata, hát Isten adta. Tehát milyen a kapcsolata a teremtővel? Közvetítő nélküli színről színre. Tehát nincs szükség közvetítőre, nincs szükség, hogy úgy mondjam, segédletre, hanem bármikor fel tudja a teremtővel tenni a kapcsolatot, mondjuk révülésre. És ezt nekünk nagyon meg kellene becsülni, és most jön az utolsó mondat, és amikor ilyen révülésből viszont visszatér, és megjelenik mondjuk egy békés melletti kis tanár, mi az, amit kérni fog? Tejet kér. Tehát a tártos működés rendjének, hogy úgy mondjam, lételmének legszűkebb világa, ami legtágabb világunk, és ez micsoda? Ez maga a tejút rendszer. Tehát tejút energiákból merít, tejút energiákat közvetít, és itt egy olyan magas rendű energiatípusról van szó, ami nem a naprendszeren, hogy úgy mondjam, belül van, tehát nem a napból származik, hanem a naprendszer is benne van a tejút rendszernek az egyik karjában. Tehát nem a rész energiákból dolgozik a tártos, a nevében ez a valami nagyon TLS, tehát valami nagyon a telítést, a most mondom, hogy tálalás, de hát végeredményben a teljességet képviselni már a nevében is. És hát valahogy be kell fejezni, és ez tényleg meghökkentő és nagyon szép. Igazából a tártosok életük végén ezt a hagyományt tartja. Tehát, hogy tártosok sírjai domborulnak, ezt mi nem nagyon lehetett tenni. Mi a jellemző a tártosokra? Eltűnik. Eltűnik. És mit mondanak róluk? Azt mondja, hogy ahol lemegy a nap, a lemenő nap fényébe belekapaszkodik, és elmegy az utolsó fénysugárban. Magyarul mi történik? Fényé változik. És vannak gyönyörű, hát ezt lehet névhagyomány számlájára írni, de vannak gyönyörű esetek. Ugyanis emlékezik az a kis fiú arra a tártosra, aki amikor ő kis fiú volt, már igencsak öreg ember volt. Ez a kis fiú felnő, nagyon öreg ember lesz, megy a békési vásárba, és kijön vele szembe, szürve sugárba, vagy éppen valami sürekbe, vagy pásztorbunyába, úgyhogy egy napot nem öregedett. Azóta, mióta gyerekkorában látta a tártus. Na most ez azt jelenti, hogy téren és időn kívül és belül, a tártus az végeredményben itt van. Most én befejezem, mert valahol be kell fejezni, de majd egyezkedünk és egyeztetünk, és én azt javaslom, hogy amikor nem egy majd ez a része, mert nyilván vannak folytatások, akkor a tártosról és a tártos, tehát na, tényleg azon a szinten, ahogy most is nyilván megvolt az igény, hogy a néphagyományból ismerjük, mert ez kimeríthetetlen, és nagyon lényeges, köszönöm szépen.